világunk, meg a világlátásunk egymást kiegészítés, egymást erősít. Nincsenek fundamentális különbségek, esetleg ontológiai, tehát létereredeti vitáink vannak esetleg, de magán rendszerelméletileg hasonlóan látjuk, hasonlóan gondoljuk a dolgokat, információinkkal, meglátásainkkal. Könnyűségesen megszoktuk egymást termékenyíteni, sokszor nagyon örülök, amikor hallom az ő szájából a gondolataimat, és viszont szoktam én is rá is hivatkozni, és ráadásul most még egy azt beszéltük meg, amikor egy hónap ezelőtt, összeültünk, hogy miről is beszéljünk, mindjárt tudtunk 5 perc alatt, nem is, utána arra nem is beszéltünk, hanem arról, hogy most beszéltük volna meg egy közös könyvet ezen az úton, úgyhogy most ez most megint meg is húzódik. Szóval a mai kérdésünk, arról kell beszélnünk, és arról beszélünk, hogy mi a helyzet ma, és mik azok a jelenségek, amelyeket látunk, de is értelmezni szeretnénk, hogy mindjárt meg is van a véleménye, de szeretni többet és jobbat látni. Most az elmúlt hetekben olvastam el Eleni Kunalakisnak, talán emlékeznek-e rá, ő volt az Egyesült Államok amerikai nagykövete 2010-től 2013-ig Magyarországon, és szokatlan módon megírta az emlékezéseit. Nem szoktak nagykövetek nagyon emlékezéseket megírni, illetve ha meg szoktak írni, van egy ráhagyási idő, amikor ezt kiadják. Na most ez a könyv azért hívódott, mert ez egy üzenet. És mivel nagykövet adta ki, éppen ezért engedélyezte és ellenőrizte az összes legfőbb minisztérium az Egyesült Államokban, és a leginkább ugye Hillary Clinton volt, aki ezt javította és jóvá hagyta. Ugye nem akárki, hanem valószínűsíthető, hogy esetleg ő lesz az Egyesült Államok első női elnöke. Ha a dolog így állnak, akkor még ez is bejöhet. Szóval ez a könyv egy hivatalos könyv, és ez egy üzenet Magyarország felé, amelynek a következő a lényege, hogy megint a történelem rossz oldalán állunk. És mindez nagyon azért drámai, mert a könyvben leírja azt a szerző, hogy mi az amerikai partnerségben, katonai partnerségben nem úgy jól teljesítünk, hanem túl teljesítünk. A minden nagyszerű, és akkor ebben elgondolkodik, hogy hát ha ilyen jók vagyunk, Afganisztántól Bosznián keresztül mindenhol, és most is, akkor ez a mára is vonatkozik, akkor mi a gond? Miért vagyunk a történelem rossz oldalán? Hiszen az Egyesült Államok a világ 160-valahány országában katonaian jelen, a 190-valahányból. És hát Lacival is látjuk azt, hogy gyakorlatilag a folyamatok legfőbb irányítója az Egyesült Államok. A különbség, vagy aztán válaszolok a könyvben feltett kérdésre is, és innen indítom a mondani valómat. Tehát a különbség mondjuk Laci és köztön, és esetleg mások között is, hogy Laci, és itt lehet, hogy itt ez lett volna egy érdekes vita, hogy ő miért gondolja azt, hogy az Egyesült Államok ebben a globalizációs harcban egy végső összeomlás előtti nagy küzdelembe megy bele, hogy mentesse, amire menthető. Én pont úgy látom fordított, a végső küzdelembe megy bele, hogy már most jött el az idő, hogy nem csak legyőzem, felszámolja az ellenségeit. Én így látom, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, persze gondviselés tudja, mi nem, de visszatérve
nagykövet, bőrasszony könyvére, tehát akkor miért vagyunk ilyen rosszak? Miért állunk a történelmi rossz oldalán? Ellentétben például Görögországgal, amely ugye mindenféle válságon keresztül megy, amely ugye eszköz is ahhoz, hogy az eurót szétrombolják, meg az Európát is gyöngítsék, az Egyesült Államokkal és más küzdelmekkel szemben is. És mégis ugye akárhogyan is kezelődik ez a kérdés a jó, a történelmi jó oldalánál. Tehát nem azt mondta, ugye, hogy jót csinál, hanem a jó oldal, tehát a győztes oldalánál az ötök fogalmazása szerint. Tehát akkor miért nem vagyunk megbízhatóak, miért vagyunk rosszak, miért vagyunk megbízhatatlanok? Ha katonai abszolút megbízhatóak vagyunk, sőt túl teljesítünk a többiekhez képest, akkor miért vagyunk megbízhatatlanok? Hát ugye azért vagyunk megbízhatatlanok, írja, hogy ez a kétharmados többség, amivel ugye a kormányzó párt kétszer is megnyert, ez azt még hagyján, hogy itt nem liberális vagy, nem úgy, sőt, amikor unortodox intézkedéseket vezettek be az első kormányzati ciklus alatt, akkor maga Soros György mondta az elleni nagykövetnek, hagyja, jó ez így, ők tudják, valahonnan kell pénzt szerezni, úgyhogy nem probléma. Tehát a Soros György is jóvá hagyta ezeket az unortodox intézkedéseket, akkor mégis mi a probléma? Ott hozzáteszi, hogy hát ugye ebben is igaza van Orbán Viktornak, ugye a kommunisták hatalomnak, ugye a rendszerváltás után a milliárdosok azok mind az előző rendszernek az emberei. Csak hogy a probléma ott van, és itt jön az, ami számomra is nem onnan olvasva megdöbbentő. Az a probléma, hogy ez a Orbán Viktor, illetve az a közeg, ami a Fidesz körül van, úgy gondolja, hogy akkor most ők lesznek a milliárdosok a többiek mellett. Még ez se probléma, teszi hozzá az elleni, hanem a probléma az, hogy náluk a pénz és a politika ugyanaz. Tehát bármikor, ha éreznek valamit, ami pénzhez van, megboldulnak. És kiszámíthatatlanná válnak. És akár olyan helyzetekben is bekormányozzák magukat, ami világháborút is ki tud robbantani. Egy példát is elmondott, ez az azeri gyilkos ügy. Az pedig ugye az, hogy emlékeznek, amikor egy azeri megölt egy őrményt, és ráadásul mind a ketten az FBI képzésén vettek részt Budapesten. Tehát ez is hozzá kell tenni. Ez már is nem tetszik ugye a dolog, de utána még elengedik anélkül, hogy bárkinek szóltak volna, és majdnem Azerbajdzsán és Örményország háborút kezdett egymással, ami azt jelentette volna, hogy Oroszország, Amerika, Izrael, Irán, Kína, mindenki háborúba lép egy pillanat alatt. Tehát gyakorlatilag ez csak azért, mert azt gondolták, hogy akkor jön a rebaknak a zsebbe. Tehát, és ennyire lecsupaszítva a dolgot, azt mondja, hogy igazából a pénz elvette a reszüket. Tehát jó, ő nem ért egyet sok, engem nagyon nem szeret, mert sokszor idézi a Orbán Viktort az alkotmányos érveket, hogy miért kell új alaptörvény, mert ugye a kommunista alkotmány volt hatályban 2011-ig, és már volt demokratikus átmenet, de ezt a demokratikus átmenetet a nép soha nem szavazta meg, úgyhogy ez egy fából vaskarika, és így tovább. Tehát ezek az alkotmányos elvek, amiket én már 10-15 éve mondok, és hát amit maga a miniszterek is megköszönt nekem személyesen, amit miért még kirúgtak, tehát lényeg az, hogy itt valóban arról van szó, hogy az anyagi haszon
a személyes haszon mindenek elé került, és ez egy kiszámíthatatlanná vált. Sőt, még súlyosbítja a helyzetet, teszi hozzá, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy így írja, hogy az architektúra az ugye a diplomáciának, a közélet politikai nyelvét nem építészetet jelent. Az architektúra. De architektúra jelenti azt a rendszert, amit nemzetközileg felépítettek. Az építészek. És ez az architektúra rendszer, azt mondja a helyesen a kedves barátom, az Alfiefó könyv esetre gondol, szerintem is. Tehát, hogyha valaki a másik, hogy ezekben a könyvben benne van. Tehát az architektúra rendszerei működnek a diplomáciában, az architektúra rendszerei mozgatják a nagy nemzetközi szervezeteket, mert hogy azok hozták létre. Ezt így szépen leírja, és ugye azt is leírja, hogy ugye ezek a fiúk tagjai ennek a rendszernek, és mégsem tartják be a játékszabályait. Tehát itt innentől kezdve mindenki megbízhatatlan, és innentől kezdve az egész magyarországi politika valójában senki számára sem megbízható. Na most itt áll meg a dolog, a könyv azért íródott, hogy ez egy üzenet legyen, de vannak benne sok érdekes dolgok is, tehát annyira felbicsérte Hende Csabát, hogy része volt a bukásának. No, de ennél azt gondolom, nagyon drámai ez a dolog, mert drámai helyzetben jelent meg ez a könyv, és ez azoktól, akik ezt írták, nem sok jót ígér. Hiszen láthatjuk, hogy most nem csak Európában, hanem a világban egy olyan nagy kifejtem, de elég durva szó, tereprendezés zajlik. Olyan tereprendezés, amely hasonlít az első és a második világháború előtt, alatt, utániba, amelynek során országok, rendszerek, ezeket számoltak fel, rajzolták újra Európa térképét, de most már nem csak Európáit, hanem ugye, és mint az első és a második világháborúban sem csak Európáit, hanem most is egy ilyen folyamatnak a részei vagyunk. És ezekről a folyamatokról szeretnék beszélni, és itt biztos mondhatom, már nincs itt Laci, hogy most ha itt lenne, egymásnak dobálnánk a labdát, mert ő mondaná valamit, és én is, és az egész egy lenne. Úgyhogy most próbálom azokat elmondani, amit én mondok, és biztos vagyok benne, mivel többször szoktunk beszélgetni, hogy ő ezekkel alátámasztva egyetértene. Most, hogy látjuk ezt a mai helyzetet, ez kicsit régebbre vissza kell menni. Bízom abban, hogy tömören hosszú időt és több fő dolgot el tudok önöknek mondani, amely a globalizáció mai rendszeréről és a globalizáció mai irányairól, erejéről és kibontakozó jövőképéről szól. De hogy ezt meg tudjuk érteni, néhány dolgot korábbra vissza kell, hogy ugorva menjünk. Ez nem csak a modernizáció 18-19. Százada, hanem néhány dolgot el kell mondani, ami a globalizációs hatalmi rendszert működteti. Ezekről már én tartottam itt önöknek előadást többször is, de néhány alapvető dolgot szeretnék elmondani. A globalizációnak az egyik működtető ereje az, amit Vas Csaba után Bogár László és én is hatalompénznek neveznek. Mi az a hatalompénz? A pénznek több funkciója van. Az egyik, a legrégebbi, amikor a pénz létrejött, még az ókorról, vagy ki tudja mikor,
az volt a funkciója, hogy egy általános csereértékként közvetítsen, mondjuk nem mind ugye a muszlim világból ütkecskére akarok egy feleséget, hanem mondjuk valami mást, akkor az a valami elég legyen a felesége és az ütkecskére is, meg a korsó italra is. És akkor ez lett a pénz. Aztán akkor ebből sok lett, több lett, mint amennyit én magam számára és a környezetem számára fel tudok használni, több lett, akkor ezt a pénzt eladták. A pénz így áru lett. Az áru az, amikor a pénzből hitelt formálnak és kölcsönformájában eladják, és az ára a kamat. Ezek nagyon szép régi magyar szavak, és ezt még az eredetét is visszautal arra, hogy miről van itt szó, hiszen még Széchenyi is ebben a nyelvezetben írta a művét, ugye a hitelt 1830-as évek elején, illetve 20-as évek végén, ugye itt hiteles személyek létesítenek kölcsönös viszonyt. A kölcsönösség azt jelenti, hogy mindenki, mind a két partner, aki eladja a pénzt, meg aki megveszi, közös érdekük van, és ez a közös érdek kölcsönösséget feltételez, tehát egyik se lesz vesztes benne. És ezt csak egy hiteles személy adhatja, és a hiteles személy ugye kötődik a hitelhez, a hithez. Tehát ez a magyar nyelv csodálatos eredeti értelme megmutatja a kapcsolatok létminőségét. Na most ez volt az, amikor a pénz, mint áru szerepelt. És a következő fokozat az, amikor a pénzből hatalom pénz lesz. És mi az a hatalompénz? A hatalompénz, amikor úgy adom el a pénzt, hogy a másik soha se tudja kifizetni az árát. És ezért lesz hatalompénz, mert a cél nem az, hogy egy kölcsönös viszony jöjjön létre, hanem egy kiszolgáltatott viszony jöjjön létre, és itt már nem számít, hogy a személy hitelese, aki adja vagy nem, mert már nem lehet hiteles. Ez egy kényszerhelyzet, és úgy adja a pénzt el, hogy az illető soha vissza nem tudja fizetni azt a kamatot, vagy kamatos kamatot, ami az ára. És ebből következik gyakorlatilag a pénzt eladója a másik szabadságát veszi meg. És egy alá fölé rendelt viszonyt állapít meg, és ez már egy hatalmi viszony. Ezért nevezik ezt hatalompénznek. Na most az ókorban ezért ezt tudták a pénznek, hogy van ilyen természete, vagy tiltották a kamatos kamatot, vagy időnként elengedték az adósságot, vagy az adós rabszolgákat felszabadították, ugye generációnként legalább egyszer, hiszen az ember, ha már nem tudja kifizetni a kamatos kamatot, akkor maga is adós rabszolgává válik, ha nem is nevezik annak. És tulajdonképpen ugye ezen meg a keresztény világban is a 4. századtól a 15.-16. századig, amikor is ugye a katolikus egyház már nem tartotta bűnnek a kamatos kamatot, illetve nem disztinguált körül az áru és a hatalompénz között, a kálvini irányzat pedig egyszerűen morálisan elfogadhatónak tartotta ezt a fajta lehetőséget. Most ez is ugye egyfajta átrendeződését mutatja a politikai, emberi, közösségi, hatalmi világnak a középkor végén, a reneszánsz környékén. Na most miért engedték el a kamatot? Miért szabadították fel az adós rabszolgákat? Időről időre, vagy egyszerűen miért tiltották ennek annak a lehetőségét, hogy a pénzből hatalom pénzt csinálnak az ókorban? Most ezt azért kell elmondani, mert ahogy már utaltam, az elmúlt 6-700 évben ismét megjelenik a hatalompénz, és rendszerformára elő lesz. Modernizációt, majd globalizációt formál. Nem ebből, nem csak ezáltal, de ebből is. És miért tiltották ezt? Következő módon miért? Azért, mert ha valaki ilyen kölcsönt vesz fel,
ami már nem is kölcsön, hanem kiszolgáltatottság, mindent megtesz, hogy kifizesse azt, amiért tartozik, hogy visszanyerje a szabadságát. De ahogy haladunk az időbe előre, a tartozás egyre-egyre nő, szóval minél rövidebb időben ugye egyre jobban megúlik az a bizonyos tartozási bőrbe, és hiába próbál meg mindent megtenni az illető, és növeli a termelékenységét, növeli a teljesítését, a követelés és a teljesítés között a óló mégiscsak egyre nő. Akkor mit kell tud tenni? Hát ugye amennyiben vállalkozó, akkor a profitra törekszik. A profit azt jelenti, hogy enyém a bevétel, és mindenki más lehetően viselje a költségeket. Az állam, a többiek, a környezet. Tehát gyakorlatilag, de nem is tehet mást, mert a kiszolgáltatottsága, hogy a monetáris hatalom, ami azt jelenti, hogy a kamatos kamat hatalom pénz nélkül nincs semmiféle gazdálkodási lehetőség. Ez jelenti a monetáris hatalom. Rákényszeríti azt, hogy a gazdálkodás ne egy szolidaritási elven működjön, hanem a kizárólagosság elven, mert a profit önérdek kizárólagosságát jelenti ebben az esetben, ami azt jelenti, hogy meg kell tennie mindent a termelőnek, a vállalkozónak, hogy ezt a hasznot növelje, és a költségeket leszorítja. Ha vállalkozó, akkor lehetőleg a munkásait ugye 24 órával dolgoztatja semmiért. A versenytársaira pedig nem egy olyan versenyt épít, mint a szolidaritásos gazdaságban, hogy mindegyik hozza ki a másikat a legjobbat, és együtt, hanem a másikat elpusztítani. Hiszen ha a másik nincs a pályán, akkor megint csak növekszik a profit. Tehát a profit, ez a hatalompénzhez kötött gazdálkodásnak az a jellegzetessége, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy a költségeket visszafizesse, elég pénzt adjon arra, hogy reprodukálja azt, amit ő forrásként felhasznál, hogy reprodukálja a környezetben keletkezett kárt, hogy reprodukálja annyi pénzt adjon a munkásainak, hogy tisztességesen és normálisan újra termeljék magukat, mint humán tőke megmaradjanak. Nem, egyre nagyobb a követelés, és az egyre nagyobb profit, az egyre nagyobb követelést után megy, mert hogy ez az egyre nagyobb követelés ezt a pénzt, amit a profitból kivesz, újabb hatalmi politikára fogja felhasználni. De van ennek egy, de ez még mindig nem volt elég oka arra, hogy ezt, hogy tiltsák az ókorban, mert a keresztény világban hatalmat pénzt. Akkor miért tiltották? Azért, mert rájöttek arra, hogy ez a rendszer csak akkor működtethető, hogyha egy piramis játékszerűen egyre több szemét, egyre több forrást vonnak be, mert hogyha csak egy a forrásom, az előbb-utóbb fölörli magát. Hiába termel, végül mégis tönkre megy. Tehát minél több neked kell ebbe bevonni, ebbe a függő viszonyba, ebbe az aláfelül rendelt viszonyba. Tehát magyarán ez egy olyan piramis játék, hogy amíg újabb és újabb részesei vannak ennek a rendszernek, ennek a profitorientált hatalompénzrendszernek, addig mindig növekedni tud a maga a hatalom is, de ehhez az szükséges, hogy egyre több adós, egyre több eladósodott vállalkozott, rákényszerült személyt hozzanak be a rendszerbe. És ennek egyik következménye az, hogy a pénzügyi hatalompénz kiterjesztése mellé hozzá kell tenni a militáris katonai kiterjesztés hatalmat, mert hogy a katonai rendvédelmi erővel tudja csak ezt a piramis játékot fenntartani, különösen azok felé, akik legalján vannak, mert nekik kell legyünk legtöbbet termelni, és mindig szükséges egy extra hódítás is, hogy minél több forrást vonjon be, hiszen ezt úgy kell elképzelni, mint egy piramis játékot, hogy addig van újabb és újabb terület, forrás, személy a
amíg be tud ebbe fonni, addig működőképes a rendszer. De amíg nem tud tovább terjeszkedni, abban attól pillanatban már saját forrásait éli föl. Tehát gyakorlatilag ez a hatalompénz és a hozzárendelt katonai impérium összekapcsolása egy újfajta hatalmi struktúrát épít ki, amelynek fenntartásának annak az a lényege, hogy egyre több területet meghódítani, a területeken pedig az az extenzív hódítás, a területeken belül egyfajta intenzív, minél több forrás megtalálni, mert hogy az egyik kimerül, akkor gyorsan kellene egy másikat találni. Tehát ezek a rendszerek mindig addig működnek, amíg terjeszkedni tudnak. Mert abban a pillanatban, hogy nem tudnak újabb forrást bevonni, maga a rendszer nem engedi, hogy a felszámolt forrásokat pótolni tudják. És egy gyors felszámolási folyamat indul meg. Nagyon érdekes, hogy ez az ókorban a görögöknél, meg a zsidóknál elindult, és az első ilyen ókori birodalom, a római birodalom, amely soha nem ismert el, utána köztársaság, a királyság megbukott Rómába, és köztársaság lett, és utána birodalom, soha nem ismert el a kamat plafont, sem soha nem tiltotta a kamatos kamatot a hatalompénzt, hanem sőt ráépített. És még volt egy nagy jellegzetessége a római birodalomnak, és ez is egy első példája, előzetes példája a modernizáció és a globalizációs hatalomnak, hogy a hatalompénzt nem az állam működtette. Nem az állam, tehát nem az államhatalom adta ugye a pénzt ki, olyan kölcsönre, amit nem lehet már visszafizetni, tehát nem kölcsönről viszont, hanem hatalompénzről, tehát egy aláfelé rendel viszonyul. Tehát nem az állam működtette ezt a rendszert, hanem magánosoknak odaadta a hatalompénz teremtését. És éppen ezért előbb-utóbb ezek a magánosok, a magánbankárok és hozzáfűződő kereskedelmi és termelő tevékenység lettek maguk az állam. Tehát gyakorlatilag itt most ez a római birodalomban is lejátszódik. A legnagyobb bankár dinasztia, Julius dinasztia, amely pénzügyi és katonai családi szövetséget köt a kelet legnagyobb bankárával, Nagy Herodessel. És ez aztán biztosítani tudja, hogy a Julius család, ugye Cézár utódja, Augustus és a többiek lesznek a császárság, a principátus első dinasztiája. Tehát ez a pénzügyi, katonai és családi összefonódás adja az új a római birodalom kezdeteit, ugye a magánhatalmak harcán követően, ugye a triumvirátusokat követően. És ez a római birodalom, amíg tud terjeszkedni területileg, nagyon-nagyon dinamikus, és a hatalmas építészeti és gyors, dinamikus rendszereket hoz létre. De vannak már akkor egy nagyon jellemző vonása. Ezeket mind azért mondom, mert ezeket megtalálhatjuk a globalizációnál is, hogy ahol előbb bemegy, ott először népirtást rendez, akár a galloknál, akár a ibéreknél, akár a dákoknál, akár Angliában, akár a Afrikába, vagy utána berendezkedik a... De mindaddig tart ez a nagyon impulzív terjeszkedés, amíg meg nem lesznek a határai, keleten a pártusok és a perzsák, északon a germánok és az időjárás, délen pedig a sivatag, ugye nyugaton meg az óceán. Onnantól kezdve, hogy eléri ezeket a területeinek a végső határait, már a katonai császárok dinasztiái következnek. Mert onnantól kezdve már nyílt katonai erőszakkal, illetve azok alkalmazásával lehet a rendet fenntartani, amíg az összes forrás fel nem használódik, és amelyeket az előbb elmondottak miatt nehezen vagy nem tudják pótolni, és az is jellegzetesség előbbnek a rendszer, hogy minél inkább eljut a végső fázisaihoz, annál kevésbé tud új technológiát váltani. Például a rabszolgák már nem voltak, vagy kevesek voltak, de nem tudta azokat a technológiákat tömegesen alkalmazni, amiket ők már kitaláltak a gőzgéptől kezdve, stb. Mármint a romaiak.
Na most ezt a példát azért mondtam el, mert a globalizáció megelőző modernizációnak egyik vezető ereje ez a bizonyos hatalompénz újra megtalálása. És ez a hatalompénznek a világ, a Európát uralma alá hajtásának nagyon érdekes a története. Előre szoktam itt előadásokat és máshol is tartani. A lényeg az, hogy ahogy Jacques Attali, aki az Európai Fejlesztési Bank, ugye az egyik legnagyobb globalizációs banknak az első elnöke volt, írta a 2011-es könyvébe, hogy a 14. században, tehát az 1300-as években már kereskedelmi világban, tehát kereskedelmi városok világkormányai működtették Európát. Azaz a hatalompénz a 14. századra annyira átszőtte Európa rendszerét, hogy meghatározta annak politikai irányait. Ez alól elő szoktunk előadást, tehát épp Magyarország, a Szent Korona rendszere, a Szent Korona a szuverenitás, tulajdon és más struktúrája adtak épp egy ellenkező szakrális modell, amely már akkor ellenség volt, hiszen egy alternatív rendszert állított fel a modernizáció, az modernizálódó Európa számára. És nem csak alternatív rendszert állított fel, hanem elég nagyon gazdag volt ahhoz, hogy ezt fent is tudja tartani. Hiszen Magyarországon vezették be Európában másodszor az 1300-as évek elején az állandó arany nemesfém valutát. Most az a világ, ahol a pénz hatalmi eszközként úgy szerepel, mint ugye hatalompénz, amelyek a tulajdonjárságait éppen próbáltam elmondani, és amely 1300-as évek után már meghatározóvá vált, az a másik entitás, Hungária, Magyarország, Szent Korona állama, apostoli királyság, Archirendum, meg saját valutája van, és két van, állandó valuta van, az egyik a firenzei forint, a másik a magyar aranyvaluta, képes volt Mátyás király halálig ezt a modernizációzó, hatalompénzre alapul, nagyon agresszív európai hatalmi berendezkedést gátolni. Most ennek a története önmagában nagyon érdekes lenne. Az biztos, hogy Magyarország, mint szakrális és anyagi ellenség, anyagit ugye abban a értelemben használjuk, hogy olyan nyersanyagai vannak, amelyet gazdálkodásra, katonaira fel tud használni. Ez azt jelenti, hogy ez milyen nagy hatalom volt, ugye akkor a magyar állam ott először próbálják szisztematikusan felszámolni 1490 és 1542 között, amely története nagyon tanúságos és nagyon aktuális már, mert az eszközök, a gondolatok, a mozgatók, a módszerek már nagyon hasonlóak. Tehát az a lényeg, hogy Mátyás királysága idején bezárva körültünk Európa, mert már egész Európán az egyes kereskedelmi centrumokból vezényelt hatalmi pénzeken keresztül mozgatják Magyarország előtt kivétel, de olyan nagy súly nehezedik rá északról és főleg délről, a török birodalom részéről, hogy ezt a harapófogót mégse tudja távol tartani. Két nagy lehetősége lett volna Magyarországnak, az egyik, hogy Mátyás lesz a császár, hiszen Európában számos alternatív erő működött volna, de ez nem valósul meg, hiszen hirtelen meghal Mátyás király. A másik pedig az, hogy magyar lesz a pápa, ez is majdnem megvalósul 1513-ban Bakosz Tamás esetén, mert akkor a világegyház feje tud fordítani a politikai álláson valamelyest, de akadályozni bizonyos tendenciákat tud. De azt is tudjuk, hogy
Ugye ebben két nagy pénzügyi birodalom van az 1300-as 60-as évektől egészen az 1500-as évek második feléig Európában. Az egyik a Fugger birodalom, amelyre ráépül a Habsburg birodalom, annak összes tartozékával. A másik a Medici birodalom, ez pedig a francia-angol irány. De ezek életharcot folytatnak egymás ellen, hiszen mindegyik terjeszkedik, és saját területeit véli, és mindegyikben benn van a terjeszkedés rendszerszerű kényszer. Na most ebben az esetben Magyarország esetén összefognak, és ugye 1513-ban, amikor meghalt a korábbi pápa VI. Sándor, és az utód Bakkosz Tamás lett volna, olyannyira biztos befutó volt, hogy mindenki a fogadtak volna, ő rá fogadtak volna, de ez a megvesztegetése hatalmas uralkodókat, stb. Megvesztegetés, illetve lefizetett kényszerből végül is kiütötték Bakkosz Tamást a pápai trónból, és ugye az első Medici tizedik Leó lett a pápa, amely pápa aztán utána ugye a Bucsi cédulák engedélyezésével, amit ugye a végül is a Fugger bankház bonyolította a Medici pápa engedélyezésével, beszedték azt a tiszteletét legalább a befektetett összegnek, ami Bakkosz Tamás kiütéséhez szükséges volt. Magyarország akkori történetéhez lehet, hogy visszatérünk, de most azért lépnénk tovább, mert már nagyon analóg, nagyon hasonló történések vannak, még a lebonyolításában is vannak döbbenetes hasonlóságok. De mégis, hogy közelebb jussunk, és a mai helyzetben több fokozkodók legyen, tovább lépünk. Most a modernizálódó, tehát lényeg az, hogy ezek a pénzügyi birodalmak aztán egymással versenyezve, felosztva a világot különböző klasszikus gyarmatbirodalmakat hoznak létre. Spanyol, ilyen-olyan zászlók, francia, brit zászlók alatt. Nagyon érdekes ennek a folyamatait, és ennek végigkövetni, hogy a pénz mozog, és ezek milyen dinasztikus kapcsolatokat vonzanak maguk után az uralkodók között, és milyen háborúk miért robbannak ki. Tényleg Magyarország három része szakadásának után mégis itt újjá tudtunk születni, hogy megmaradtunk, hogy újra egyesültünk ennek az gondviselő Isten mellett, és azáltal következő okai vannak. Az egyik alapvető ok, hogy amikor a magyar államot szétszedik, akkor ugye meg is szűnik a központi királyhatalom Magyarországon, nincs központ. És a Szent Korona tulajdonjoga azt jelentette, hogy a Szent Koronának vannak tulajdonai, például ilyenek a bányák, stb. Ezeket nem lehet eladni, de a királyi felségjog alapján a bányák jövedelmét át lehetett adni. Hogy milyen nagy jövedelmekről van szó, ugye a Fuggerek megkapták korábbi Habsburgokkal kötött szerződés alapján a felvidéki színesfémbányák vagyonát. Most, hogy lássuk, hogy milyen nagy vagyonról van szó. A spanyol hadsereg, amely az 1500-as évek elejétől a 30 éves háborúig, tehát az 1640-es évekig Európa és a világ legnagyobb, legjobban kiképzett, legjobban felszerelt, létszámban is a legnagyobb hadserege volt, annak haditengerészetet is hozzátéve, annak a rész szükségletei, ugye egy hadseregnek a réz az alapvető szükség, régebben pláne, ugye minden abból van, a 40%-át Magyarországból vitték ki 120 éven keresztül.
És a többi 60% volt az, ami a bolíviai részbányákból származott. De milyen gazdag volt az ország, amikor ellopták 1440-ben a koronát Magyarországról, és ugye törvényesen az uralkodó Magyarországon ehhez meg kell koronázni a Szent Koronával, Mátyás király és a nemzet vissza, az ország visszaváltotta a koronát a fuggerektől, 80 ezer aranyt füzetett. És ebben az időben egy összegben, ebben az időben Kecskemét város évi adója 2-3 arany volt, amely Kecskemét akkor is újra a mai Debrecenével vetekszik. És ez nem rendítette meg az országot. És mert miért nem rendítette meg? Ha egyszer elég a fedezete volt, hogy saját önálló valutára legyen, és látjuk a rész dolgát is. A lényeg az, hogy ezt el tudták vinni, de mit tudtak, mit nem tudtak elvinni. És ez az oka, hogy Magyarország megmaradt. És ez nagyon tanulságos a mára. És ez ide jön vissza majd az eleni Kaunnak visznek a könyve, és majd vissza majd. Ugyanis a Szent Korona tulajdon joga azt mondta, hogy a földek, akár nemesi, akár paraszti föld, nem eladható. Mert nem a nemes, meg nem a paraszt a tulajdonos, hanem a Szent Korona. Csak birtokolhatják. A birtokjogot lehet örökíteni. Tehát, mintha bérleti jogom lenne egy lakásra, azt örökíthetem, de nem a lakást. Viszont ez a bérleti jog addig áll fel, míg a családom él. Na most, mi ennek a jelentősége? Ez a hatalompénz nagyon jól tudja, hogy hogy lehet stabilizálni azt, amire hatalmát építi. Tehát a pénz az arany meg ezüst, az önmagában stabilizáló dolog. De leginkább, ami stabil, az a föld. Tehát a föld pedig azért stabil, mert nem elvihető, másrészt élelmiszertel meg rajta, ezért ma azt mondták, hogy nemzetbiztonsági kérdés is minden ország számára. És éppen ezért ezek a hatalompénz fedezeteként leginkább a földet szerették mindig már a középkor felmutatni. Na, ehhez viszont tulajdonjog kellett. Most Magyarországon éppen, hogy ez ne történjen meg, tudatosan azt mondták már 13. században, meg 1750-ben Magyarországon nincs forgalomképes föld, legalábbis kevés. Tehát éppen ezért úgy viselkedik a birtokjog, mintha tulajdon lenne, de mégse adható el szabadon, és jelzálog nem építhető rá. Tehát éppen ezért a hatalompénz, bár a királyi udvart és a kormányt mondjuk úgy megszerezte, Mátyás király halála után, de a vidéket, a többit nem tudta megszerezni. És ez az a föld, amiből az anya, a jövedelem jött, ebből a földből építették fel az autonómiát, a megyei autonómiát, a szabad királyváros autonómiát, a székely, a jász, a kun, a horvát és a többi autonómiát. Mert ha anyagi forrásokat nem tudják elvonni, ez majd pedig a föld, akkor ebből a földre önigazgatást tudok alapítani a megyébe. Az önigazgatástól megyéből csinál, működtetni tudom az országgyűlést, és a király csak úgy lehet törvényes király, akár Habsburg, hogy megkoronázzák a Szent Koronára, akkor viszont esküt kell tennie, hogy csak az országgyűlés együtt hozott törvény által működik. Azt viszont úgy tudják működtetni az országgyűlésben való tagok, hogy a saját pénzükből működtetik, amely pénzt tőlük el nem vonható. Tehát magyarán nem az volt évszázadokon keresztül, hogy a frakcióvezető mondta meg, hogy mi az irány, hogy kell szavazni, hanem azok, akik a megyéből meg a különleges jogállási területektől, székelyektől, kunokig beküldték az országgyűlésbe az embereket, a beküldő mondta meg, mert nála volt a pénz, hogy hogy kell szavazni. És erre az autonómiára épült az önkormányzatiság, a magyar kultúra, az országos politikai élet, és ugye ezzel az önkormányzatisághoz hozzátartozott, hogy fegyvereket kell ebből a pénzből fenntartani, amivel honvédelmet kell végezni. Tehát gyakorlatilag mit mondok? Én azt mondom, hogy ha a királyi hatalmat, a központot
És ahol a királyi felségjoghoz tartozó például rezet meg is tudták szerezni, de az országlakosok, akár nemes, akár paraszt, akár szabad királyi polgár, városi polgár, anyagi viszonyt nem tudták elvenni. Mert az anyagi viszonyok az áloga az, hogy nem ő volt a tulajdonosa a Szent Korona. És ezt viszont a királynak be kellett tartani. Tehát magyarán a pénz jelentős része megmaradt az országba, és még Zrínyi ugye az 1600-as évek elején ugye a költő államfő is mondja, hogy elég ez arra, hogy újjá tudjuk magunkat szervezni. Tehát nem sikerült az országot teljesen kirabolni, és jogilag elvonni az anyagi megélhetés fedezetét. Ez volt a kulcsa annak, hogy Magyarország újra tudott, túlélte és újra tudott építkezni, meg ugye az, hogy a Szent Korona magába fogalta Erdélyt és Horvátországot is, tehát azt jelentette, hogy az állampolgárság, bár Erdély külön fejedelmség még volt, mégis ugyanaz volt, mint a Magyar Királyságban, a Horvátországban. És ugyanaz a jogrend működött Erdélyben is, mint a király Magyarországon. És az Erdély fejedelme, a magyar király, jóváhagyásával volt Habsburg lóvágással volt Erdély fejedelem, ami onnan fakadt, hogy mindegyik főtotló ott lebegett a Szent Korona közjogilag is. Tehát Magyarország abban a tragikus késő középkori és újkori századokban államok szűnnek meg véglegesen vagy évszázadokig. Mi ezt túl tudtuk élni és újjá tudtuk szervezni magunkat. Azért, mert volt az anyapénzt, az anyagi forrást és a morált nem lehetett elrabolni az országtól. Tehát Magyarországon a hitújítás és a ellenreformáció és reformáció egy morális megerősítést is hozott. Amelynek mögött ott volt az a megélhetés mind a parasztnak, mind a nemesnek, ami tőle senki el nem vonhatott. Ellentétben Európában. Ott a nemestől a bank, a nemes meg a parasztól szépen elvehette tulajdoni viszonyok alapján. Na most közben Európában, és nagyot lépünk előre, közelünk a korszakunkhoz, de itt meg kell említeni, hogy a globalizációnak két alapelvét elmondta, az egyik a hatalompénz, és az erre épített profitorientált önérdekű és kényszer gazdálkodás. A másik, hogy ez csak úgy tud működni, mert feltételezés szüksége van az állandó hódításra, hogy az újabb forrásokat bevonja, hiszen feléri az eredeti. És persze, aki fönn van, az minden jobban részesül a piramis játékban részvevőktől, és aki lent, mint aki lejjebb, aki leglejjebb van, annak attól vesznek el legtöbbet. Tehát mindig kell újabb lejjebb valakat berendni a rendszerbe, tehát kell a katonai nagyon jó felszerelt, nagyon jó kiképzett katonai erő a hatalom pénz mellett. És ehhez a modernizáció betett még egyet 18-19. Században. Ugye ez a szabadkülönbségnek a francia iránya, az illumináció, amelynek a jelmondata az, hogy semmi sem igaz, ami a múltban van, és csak a fizikai világ az igaz, a metafizikai, transzcendens világ nincs. Tehát magyarán minden olyan intézményt, meg az intézményt, ami fenntartja, ami a múlthoz kötődik, és ami elismeri, hogy van transzcendens világ, fel kell számolni. Legyen az az egyház, legyen az a király, legyen az az állam, legyen az a család, és minden más, amely, sőt a hagyomány. A hagyomány nem lehet igaz. Mert a hagyomány igaz, akkor a mi igazunk, igazságunk, mondják a francia, ezek a filozófusok és a végrehajtó forradalmák, akkor szembesülnek egy másik igazsággal. A múlt igazságaival, a hagyomány igazságaival, a közösségi tapasztalat igazságaival. Tehát nem kell szembesülni, meg kell semmisíteni. És tulajdonképpen a francia narratíva, ugye a francia forradalom és az arra ráépülő későbbi izmusok, a liberalizmus, a bolsevizmus és minden más izmus, arról szól, hogy a múlttól elszakadni, Istentől elszakadni, és itt a filozófusok e rendszere alapján és a forradalmárok által megvalósítani egy olyan rendszert, hogy tulajdonképpen itt a Földön akar egy paradicsomot létrehozni,
Ami azért is problémás, mert ugye azért nem lehetséges a tökéletesség itt a Földön, mondja a hagyomány, legyen az keresztény vagy más, hogy maga az ember sem tökéletes, ugyanis meghal, és térben és időben él. És mindig vannak bajai, hol megsértik, hol a foga fáj, tehát ez így nem működhet a múlt tapasztalattal és az isteni örökkévaló igazságok nélkül, amelynek betartása egy norma, és ígéret arra, hogy az élet nem fejeződik be a halállal. Na most a francia felvilágosodás és a hozzákapcsolódó forradalmiság és izmus következőt mondja, hogy a tudományosságban és a tudományosság ott kezdődik, és ez már is igaz, ahol elveti a múltatcsát. Semmi, ami a régieknek az igazsága, az már nem lehet igaz, és semmi a tudományhoz nem lehet isteni mércét mérni. Így aztán semmi sem korlátozhatja az emberi klónozás sem. Meg semmi sem korlátozhatja, ha a férfiak közt van házasság. Hiszen mi az a mérce, amihez ezt mérni? A múlt nem igaz, az isteni világ nem létezik. Akkor bármit lehet. Mindig az aktuális filozófiai, ideológiai, politikai, hatalmi iránynak megfelel. És a tudományosságnak is ide kell beállni. Az orvosi tudomány se, a fizikát semmi se, a morál és az isteni világ ne korlátozva. Nem is beszélve a történelmet, meg a jogot, meg a többi mást. Na most ez tovább, ez volt a francia narratíva, amely Franciaországban meglepő módon nem a győzötték 1780-as években, hanem majd csak 1900-as évek elején. A történészek azt mondják, hogy a Dreyfus ügy volt az a végső pont, 1900-as évek, amikor a Franciaországban győzött a francia forradalom. Hiszen köztelévő 120 évben rengeteg államforma változás volt, kormányforma, forradalmak, terrorok, kontraterrorok. De a Dreyfus ügy volt az, amikor ugye arról is emlékeznek, talán hallottak róla, hogy ugye Dreyfusnak és zsidó származáshoz megvádolták, hogy ugye elhárulta a francia katonai terveket Németországnak, és ez folyamatos vereséget okozott Franciaországnak. És akkor be is börtönözték, aztán kegyelmet kapott, aztán megint bebörtönözték. Végül egy Eszterhás nevű személy, aki az Eszterházi család egy nagyon távoli leszármazottja, bevállalta, hogy ő tette, és akkor utána el is ment a Franciaországba és Rothschild kegyéjön élt Angliába haláláig. De ez a fordulat nagy politikai fordulat volt, mert innentől kezdve azt mondták, és hogy Franciaországban megszűnt az a hatalmi ellensúly, amely még a múlthoz kötődően ellensúlyozta ezt a nagy francia liberális forradalmi kibontakozást. És ennek következően az első Clemenceau kormány 1900-as évek elején államosította az összes egyházi iskolát, egyházi vagyon, százezrek mentek az utcára, beléjükövetett, stb. Tehát ez akkor lezajlódott, de ez csak egy epizód, mert amit akartam mondani, hogy ez a második, harmadik dolog, tehát van egyszer a hatalompénz, van egyszer a katonai hódítás, kettő, a harmadik, a világképet át kell formálni. Itt kezdődik a francia forradalom, a jelentős, már a középkorban is meg vannak filozófia, mindenféle irányzatok, de itt fog egy döntő fordulat bekövetkezni, amelyre már a globalizációban rátesznek még egy szintet. És ez még gonosz. Ez még gonosz. Következőről van szó, és utána már eseménytörténetet mondok, máig, a 19. század elejétől máig, és akkor lássuk az egészet, hogy hogy néz ki. Benne Magyarország egyes epizódszerűen a történetét is, fontos, hiszen rólunk van szó végül is. Tehát rájönnek az 1900-as évek elején, hogy a legnagyobb hatalom az emberen nem az, hogyha függ a kamatos kamattól. Hogyha föl tudják a szükség esetén vonultatni a katonai erőket ellene.
Meg még az is, az már jó előkészíti ide, hogy elveszíti a múltba való kapaszkodást és az isteni való, világoló kapaszkodást, az már jó dolog, de van még idézőjelben, van egy másik dolog, ami erre épül. Rájöttek arra, hogy a nyelvnek van egy sajátos jellegzetessége. Hogyha mondunk egy szót, minden emberben az a szó érzelmi, gondolati emóciókat vált ki, anélkül, hogy ezt tudatosan észrevenni az ember. A szeretettől, a szabadságig, a hazáig, a hitelen keresztül, ugye előtte a hitel mi is volt, hitel, hát az egy pozitív érzés volt. Most már a kölcsön, most már nem annyira pozitív érzés. És rájöttek arra, hogy azt a mindent, ez a nyelv legmélyebb szintje, ugye legalább 5-6-7 szintje van a nyelvnek, ez az automatikusan kiváltott reakció, amit az ember nem is tudatosít, de ami azt szerint jár el. Ezt kell megfogni. Meg kell csinálni azt, hogy lemenni a nyelv mélyére, és mindig mi mondjuk meg, hogy egy bizonyos szó milyen emóciót váltson. És ezzel gyakorlatilag ezt nem tudták a 20. században csinálni, mert a nyelvet először ugye az egyetemeken kezdik el használni tudományos körök, aztán ezt átveszi a média, a politika, a közélet, és végül is az a jó, hogy a szavak érzelmi, tartalmi komponensek minél gyorsabban változtatni lehessen, mert az ember végül már nem tudja megmondani, hogy mi fáj. Mert nem tudja a nyelvet használni, csak tudja, hogy valami nincs rendben. És ezzel lehet háborút nyerni. Hát a hidegháborút, ünnehet hidegháborút, az Egyesült Államok második körben gazdaságilag nyerte meg. Katonailag már nem is kellett, de első körben érzelmileg nyerte meg. Mert azt mondják, hogy egy fiatalnak, 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években, hogy rock'n'roll, vagy Coca-Cola, vagy szabadság, vagy farmer, és a másik oldalon azt mondják, hogy komszomol, meg hétvégi műszak, meg Hruscsov-eltárs, meg Brezhnev-eltárs. Hát valahogy az érzelmi motiváció már nyert. És akkor erre már el lehet építeni egy világmagyarázatot. Ez csak szar, ez csak mi meg csak jó. És innentől már meg lehet nyerni az embereket. És most is erről van szó, tehát melyik globalizációs alközpontnak van előbb nagyobb befolyása az emberek, nem csak az informása, hogy hazudunk, hogy nem mondunk el minden tényt, vagy a tények egy részét mondjuk el, vagy a tények közti összefüggést nem mondjuk el, vagy csak részben mondjuk el. Nem az itt kezdődik a manipuláció. A manipuláció az, hogy érzelmileg az ember kihez kötődik. Nem baj, most 2 perc szünet, tessék kikapcsolni. Ez már nem az, hogy jó van, nem baj. Köszönöm szépen egyébként, mert most ez itt a fél perc szünet. Ilyen mondani való alapozásán túl vagyok lassan. Gyakorlatilag több eszköze is van a modern hatalmi rendszer alapmozgatnak. A hatalomvész, hozzákapcsolt katonai impérium és az emberek gondolati szellemi uralása, mégpedig így. Most mondják be, azt mondják, hogy mi az, hogy szabadság, meg tudják ezt mondani meg, hogy Isten, haza, meg párt, meg narancs, meg szegfű, meg mindenféle érzelmi azonosulások vagy mozognak, és ezzel lehet hatalmat, embereket befolyásolni, gondolkodás szerint. Na most, de nagyon drámai dolgok vannak. Csak 2 példát mondok, és akkor ezt a kört le is zárom, és tényleg átmegyek az esemény történetre. Ugye el szoktam mondani, hogy
mennyi erős ez a manipulálás, hiszen majd a kommunió szót szoktam használni, hogy ugye, mi az eredeti ez, ugye használják a kommunikáció, meg kommunió, meg stb. Ugye, ennek ugye mi az eredete ennek a szónak? A kommunió ugye igazából az ember és Isten közti legmélyebb szeretet, amelyből közösség tud épülni. Most ebből a kommunikáció, ez csak egy lecsupaszított fogalom, kommunikáció, ugye kapcsolatteremtés, információ átadás. De eredetileg a szó Istennel együtt működve a szeretet alapján közösséget építeni. És akkor ebből a szóból származik a kommunizmus is egyébként. Tehát mekkora, hogy lehet átváltoztatni a szavak érzelmi tartalmát? De ha azt mondjuk, hogy anyagelvűség vagy materializmus, hát ugye ebben is ott van a materializmusban a máter, az anya. Az anyagban is ott van az anya. Tehát amikor még a materializmusban a máter anya, az azt jelenti, hogy a környezetünk, az a fizikai világ nem csupán egy érzelemtől mentes, tehát akkor eszközként bármire felhasználható világ, nem materiális, hanem az gyakorlatilag a biológiai létezésünk anyja. Tehát akkor felelősséggel érzek iránta, a materiális környezet iránt, az anyag iránt. De ha már elfelejtődik belőle, hogy ebben van egy máterhez kötődő érzelmi kapcsolat, akkor a környezethez való viszony is egészen megváltozik. Tehát így lehet átalakítani az emberek gondolkodását, vezetni hatalmas, és ugye a globalizáció azt is jelenti, hogy a monetáris hatalom, hogy a hatalom pénz, tehát a megfizethetetlen áru pénzére alapozott gazdaság nincs sehol. Tehát nincs a világon se egy nagy cég, mint a General Electric, vagy a Volkswagen, vagy akármelyik állam, Magyarország, Ruanda, az Egyesült Államok, vagy akármelyik család, vagy személy, aki közvető vagy közvetlenül nem lenne kiszolgáltatva a hatalompénznek. Tehát ez a... nincs olyan a világon már. A kérdés, hogy a hatalmi pénz központok között milyen az erőviszony. Nem az, hogy most az egyik jobb, a másik jó. A kettő egymásnak feszül. Tehát a monetáris hatalom globalitása azt jelenti, hogy nincs a világon olyan államtól személy, aki ne függne közvetlenül vagy közvetlenül a adósrabszolgaként az eladósodástól helyzettől. Nincs olyan. Tehát ez már egy hatalmi helyzet. Aztán mellett tenni a katonaságot. Ahogy mondtam, az egyes államok 162 országban vannak katonák. És hozzá lehet tenni a médiát. A CNN is mindenhol jelen van. Na most de majd ezekre vissza, most előbbre ugrottunk. Most nézzük meg, hogy hogyan alakult ez ki, és mi a helyzet most. Tehát gyakorlatilag most az előadásom kvázi második része, ez most kicsit kevésbé, tehát izgalmasabb és kevésbé teoretikus. Mert most ezt az elmúlt 200 évet kell még kicsit megmagyarázni, hogy meglássuk, hogy hogy passzol ez az egészhez, például az Eleni Kamukalisznak a könyve. Azt, amikor lezajlódik a francia forradalmas után a Napóleon. A Napóleon részben nem várt dolog, hiszen Napóleon egyfajta szövetséget szervez, kontinentális szövetséget, az angol száz hatalompénzzel szemben. Kontinentális blokkádot hirdett a londoni Rothschildok ellen. És ugye ebből azért nem lesz semmi, mert egyrészt ő is csak úgy gondolja, hogy nem a mellérendelt partnerség alapján, hogy Magyarország is működött, hanem a franciák korra kerül, és alattuk a piramis játék, ami Európa. Hát ez nem működik, meg aztán azért sem működött, mert ugye Oroszország, aki, ha megnézzük a történelmi kapcsolatrendszert, rettegett Ivántól 16. század, Szent Nagy Péteren keresztül, látszik, hogy az az angol száz ív és pávolja az, amely a
cárizmus idején és után is építi az oroszországi rendszer, erről lehetne egy külön előadást tartani. Tehát Oroszország mindig belép, amikor a piszkos munkát el kell végezni. Tehát gyakorlatilag Napóleon már csak a mennyiség miatt megbukik, és akkor újra rendezik Európát. És ekkor hozzák részre az első Brüsszelt. Tehát gyakorlatilag Brüsszel nem a 1945-1950-es években kezdődik, hanem az első Brüsszel az 1820-as-30-as években kezdődik. Ennek azért érdemes utána nézni, mert drámaian látjuk, hogy az első világháború, amely gyakorlatilag a francia forradalmat tette világszinten győztessé. Hiszen a első világháború után alatt megszüntetik az összes poszt-szakrális birodalmat. A cári, az ortodox császárságot, a luteránus császárságot, ugye a németet, a katolikusat, az osztrák-magyar monarchiát, az iszlám császárságot, a török birodalmat, ezzel párhuzamosan Kínában a kínai császárságot, és így tovább Portugáliában a királyságot, ugye Spanyolországban volt köztársaságban volt királyság. Gyakorlatilag ezek... Megvárom az papír. De, és ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben, 1918-ban és 1919-ben kísérletet tesznek a magyarhoz, nem csak a nagy Magyarország, Hungária Archiregnum, apostoli királyság felszámolására, hanem egyáltalán a magyar államiságot meg akarják szüntetni. Hiszen 1918-ban, és ennek, hogy okait majd mindjárt mondjuk, kapcsolódik az a megelőző első Brüsszelhez. Tehát 1918-ban szétcsonkolják az országot. Azért, mert ennek az a, annak azok ugye a Károlyi kormány idején gyakorlatilag szétszakad az ország. A Károlyi kormány viszi a vasúton a románokat, a román ingyen, a román nemzetgyűlés Gyulafehérváron kikiáltják úgymond akár a regánból is jött románok az Erdély elszakadását. Tehát ennek azért lehetett, ez azért történhetett, mert ez a hatalompénz globális rendszere, annak intézményrendszerei 1850 után Magyarországon saját hatalmi struktúrát tudtak létrehozni. Ugye azt mondtuk, hogy Mátyás király után a központi állami igazgatást tudták megszerezni. De különböző okok miatt, elsődlegesen azért már többit nem tudták felszámolni, Magyarország újra felé. 1848-1849 után a magyar államot konkrétan először meg is szüntették. Tehát 1850 és 1861 között nincs olyan, hogy magyar állam, magyar királyság. Mert mi is volt itt az egyik probléma, muszáj ezt is egy mondattal elmondani, mert nagyon-nagyon tanulságos. Itt is a földkérdéssel forgott a dolog, ugye. Ugye Széchenyi is megírta a hitelt, hogy akkor legyen tulajdon a föld, vagy maradjon továbbra is kötött. Folyt a nagy vita. Majd 1848-ban hirtelen mindenhol kitört forradalmak után született egy kompromisszum. Jó, eltörlik a föld forgalomképtelenségét, megengedik, lehetővé teszik a kölcsönre alapozott hatalompénzre is és kölcsönre alapozott gazdaság megindítását, nyugati tőke behozatalát, illetve a magyarországi tőke iparosításának ezt a fajta módját. De, és ezt alá is írta az osztrák, a Habsburg magyar, magyar király 5. Ferdinánd és 5. Ferdinándként, vagyis 1. Ferdinándként osztrák császár is, aláírta ezt a törvényt, hogy egy váltási törvénynek része, de az alkunak a másik része a következő volt. Létre kell hozni egy nemzeti bankot. Miért? Azért, mert a nemzeti bank, és ezért van
nagy viták, hogy független vagy nem független, vagy így vagyunk. Ha minden országban, nemzeti bankban, jegybanknak vannak olyan hatalmi lehetőségei, amely megszabhatják, hogy egy kereskedelmi bank kölcsönt ad vagy hatalompénzt. Tehát milyen feltételek között olcsón adja a hitelt, vagy drága. Ezt mindig a Nemzeti Bank tudja az eszközrendszerével befolyásolni egy országon belül. És ugye 1806-tól Magyarország tekintetében az osztrák Nemzeti Bank mondta ezt meg, amely egy Rothschild magánbank volt. És amikor beterjesztették a törvényjavaslatot, hogy akkor legyen Nemzeti Bank is, ezt már nem írták alá Bécsbe, és így nem ebből vett törvény, viszont elkezdték jelasítsot mozgósítani. Történt, ami történt, Batthyány Lajost, amikor hűtlenség miatt, tehát hazárulás miatt október 6-án kivégzik tárgyalás után, az első vádpont az, amiért ők halálra ítéltek, hogy engedte az önálló magyar pénzlétrehozását. Ez volt a vádpont. Na most, amikor ugye mennyi orosz segítség, ugye leverik a forradalmat, az orosznak ugye mindig ők segítenek, utána meg igazából utóbb visszaveszik tőlük, amit ideiglenesen kaptak. Tehát a napolnai is bejöhettek Európára, utána visszaszorították őket. Na, itt a lényeg az, hogy 1849 után Magyarországot megszállják katonailag, felosztják tartományokra. A felosztás nagyon kísértetiesen hasonlít a trianoni határokhoz. Meghódítják pénzügyileg. Bevezetik az osztrák nemzeti banknak azt a hitelezési politikáját, amelynek az a lényege, hogy úgy adnak hitelt a nemeseknek meg a parasztoknak, hogy azt nem lehet visszafizetni. És már az 1850-es évek végén megindul az első kivándorlási hullám Magyarországon. A nemesek meg gentrik lesznek, tökre mennek. Deák Ferenc is. Sőt, nem engedik 10 évig magyar céget alapítani. Jából a külföldi cég alapíthat vállalatot, ez is érdekes. Sőt, azok, akik a pénzt adják ilyen drágán, felvásárlási monopóliumokat szerveznek. Tehát a magyar gazda drágán kap hitelt, és olcsón veszik meg a gabonáját. Na most ez 1850-es évek. És ugye a nemesek majd lemondtak a vagyonuk lehetős részéről, kárpótlást szavazott meg nekik az országgyűlés, ezt meg persze nagyon vontatottan fizették ki, vagy nem fizették ki 1850 után. Tehát van egy pénzügyi gazdasági megszállás, van egy katonai megszállás, és ugye a Tudományos Akadémia megszállás egy külön történet, akkor vezetik be azt nálunk, hogy ami a magyar őshagyomány, az nem lehet igaz. Tehát aki tudományos akar lenni, nem azt kell nézni, hogy mi igaz az magyar őshagyományból, hanem ott kell kezdeni, semmi nem igaz. Tehát innentől lehet valakit, nagyon leegyszerűsítve. De ez mondjuk 1940 után teljesen végleges a szituáció. De ezért lázad fel Széchenyi, aki Deákot is támogatja, leleplezi a Habsburg uralmat, hogy az nem Habsburg, hanem milyen, megmondja, milyen finanszuralom. És neki megy a Tudományos Akadémiába, ír egy levelet, hogy visszavonja a pénzt, meg a támogatást ugye 1859-ben, hogyha ezt az egészet nem csinálják vissza, na akkor utána úgymond ügyékos is lesz. No, tehát lényeg az, hogy mégis 1867-ben, mivel a rendszer, így, tehát a sok pénzt kivisznek az országból, viszont ennek a rendszer csak diktatúrával lehet fenntartani. Ezt viszont ugye kölcsönként veszi fel az osztrák állam, tehát eladósodik, viszont a bevételei nem hozzák az eladósodást, és más, az európai helyzet is átalakul, majd mindjárt beszélünk, tehát meg kell kötni a kiegyezést 1867-ben, amelynek következménye pozitív az, hogy az osztrák-magyar monarchia benne volt az akkori G8-ban, tehát a legnagyobb országban benne volt. A negatívuma az, hogy az a rendszer, ami a hatalompénz alapján működött, az osztrák katonaság elment, ez a rendszer felépült.
működött. Tehát olyan banki rendszer, ahhoz olyan politikai pártok, olyan szabadkülönbség, titkosszolgálatok épültek rá, hogy gyakorlatilag a Magyar Királyságon belül kettős hatalom, ami még maradt a magyaroknak, és a hatalom, a európai és nemzetközi hatalmon pénzhez kapcsolódó politikai intézményrendszer együttműködtette, és sajnos 1918-ban, hiszen erre már Rafael szépen lépte, legalább 20 évvel készültek, a 20 évvel nagyon fontos, meg tudták szervezni, hogy 18-ban a központot anarchiát csináljanak. És hát Károly, ugye, akik november 16-án 18-ban kikiáltották a népközt, a Magyar Népköztársaságot, Károly Mihály kormányát, máig se lehet tudni, hogy honnan verődtek, kik voltak, hányan voltak az országgyűlésben. Tehát semmi legitimációja nincs. De az a következmény az, hogy az országot megbénították, és fokozatossá, hogy a románok, a csehek, a szervek, francia-angol segítségre megszállják az ország területét, és de akkor sem mennek népszavazásokat rendezni, ahogy a Wilson megígérte. Hiába úrasztják már 200 év óta egyben a magyarokat és a nemzetiséget, mégsem mertek népszavazásokat tartani egész történeti Magyarország területén, hogy azok a románok, szlovákok hova akarnak tartozni, Csehszlovákiához, vagy Királyi Romániához, egyedül ugye Burgellel, a Várvidéken a magyar felkelők harcolták ki, hogy legyen népszavazás. Aztán 18 ez volt az első kísérlet a magyar állam, meg 20. század felszámolására. De már látjuk, 1850-es évek, meg az 1490-es évek után is voltak folyamatos ilyen kísérletek. Aztán 1919-re pedig aztán nevében sem magyar, meg jellegében semmi. Tehát egy államiságot hoznak létre, Kunbélái köszönő viszonyban nincs a magyarsággal. Se a jellegében sem úgy. Gyakorlatilag, mintha bármit kiírhattak volna rá, az úgy tanácsköztársaságot írtak ki. Gyakorlatilag ez miért fenyegető dolog? Mert ennek a réme nem mondták még el. Tehát majd végén ezt akarom elmondani. Tehát nem csak az országot, nem csak kifosztani lehet, katonailag, pénzügyileg, szellemileg meghódítani, meg feldarabolni, ahogy 1542 után, meg 1850-ben történt, meg 1918-ban, hanem létre tudunk hozni egy teljesen magyarságtól, múltjától, jelenétől, etnikumától függetlenül egy abszolút más államot. Mint ahogy 19-ben ez megtörtént. És hogy mégse valósult meg, hála az Isten csodának, ez azért annak köszönhető, hogy ugye volt egy szerveződés Szegeden, ugye Horthy Miklós körül, és ez a csapat elindult. Senki sem tudja, milyen ütőerővel, miért katonai ütőerővel, miért. De maga az, hogy ez valami ellenállás megindult, és mivel még minden ott képlékeny volt, és látták, hogy Törökországban az ellenállás megindult, és szorítják ki az Anton csapatokat, ugye ezekben az időkben Törökország területéről, inkább beleegyeztek egy módus üvendő, hogy majd maradjunk valami Magyarországban. Ez nem annak köszönhető, hogy hatalmas hadosztályokat vezetett Horthy Miklós, hanem történt egy kezdeményezés. Volt valami, amiből lehetett volna még nagyobb, de ezt nem akarták, de mégis elérte azt, hogy maradt magyar állam, magyar királyság, és majd visszatérünk ide, de még az európai globalizációs előzetes időszakot szeretném elmondani. Aztán nagyon visszatérünk a végére, látom, tehát nem akarom az idejüket sokáig vonni, már látom a fáradtságát, még egy fél órát kérek önöktől, és akkor teljes lesz a történet. Na most, mi történt? Tehát először szóltam, hogy létrehozzák az első Brüsszelt. Az 1820-as, 30-as években. Miről beszélek én itt? Először is a Napóleon bukása után 5 pénzügyi, Rothschild pénzügyi központ van Európában. Ez történeti tény, ez le van írva, ez semmi összeesküvés, ezek tények. Frankfurtban, Párizsban, Londonban, Bécsben és Nápolyban. És ez a pénzügyi rendszer, ami már hatalompénzt működtetne 600 éve,
most ebben a korszakban ők, mert olyan nagyok, hogy gyakorlatilag ugye ez a, átszövi az ő gazdasági pénzügyi öt központú rendszer, az egész Európát és Európán keresztül az egész világot. Ugye ott van egy kis 120 éves harc az Egyesült Államok, New York és London között, ami most sem ért véget teljesen, hogy mennyiben, hol, miben egyik központ, miben a másik központ ebben a transzatlanti központban. De lényeg az, hogy ez a öt központ lefedi pénzügyileg, gazdaságilag, mint egy hálózat, mint egy pókháló egész Európát, és erre rászerveznek egy politikai egységet is. Ha már gazdaságilag megvan ez az egység, egy politikai egység. Hát miről beszélek? Hát nem volt egy külön francia állam, külön ilyen császárság, épp most mondtam, hogy felszámolták 18 után. De miről beszélek? Arról beszélek, hogy 1830-ra kreáltak egy új államot, ami soha nem volt. És ez is történeti tény, Rothschild pénzből. Ezt úgy hívják, hogy Belgium. Soha nem volt ilyen. Annak a fővárosa Brüsszel. És oda delegáltak egy új dinasztiát, a Saxe-Coburg dinasztiát. A Saxe az már nagyon régi, 800 éves, de volt egy mellékág, ami tönkrement, és egyszer beházasodott a Coburg családba, még a francia forradalom időszakában, senki sem tudja igazán, ki ez a Coburg család. És akkor ez a Saxe-Coburg dinasztia hirtelen megkapja Belgiumot. De a történet nem itt, két számon fut. Ugyanakkor 1820-ban meghal a harmadik György angol király 60 éves uralkodás után, és utána, annak utána három fia marad. A Vilmos, György és aztán Edvard. Most a Vilmosnak azt hiszem nincs utódja. A Györgynek egy leány, úgy hívják, hogy Charlotte. És ez a Charlotte, ő lenne a trónörökös, mert közben az Edvard meghal. Tehát a Charlotte lenne az új király. És ki lesz a Charlotte-nak a férje? Első Lipót, belga király. Az első Saxe-Coburg. Na most a Charlotte, mielőtt még trónra került volna, meghal szülés közben. A partinak annyi, ki lesz a következő trónörökös? A már elhalt Edvard leánya, Victoria. Na most Victoria édesanyja már Saxe-Coburg. És a Victoria férje, már az első Lipót nem lehet, mert ez már elmentnek egy generációval fiatalabb, hanem az unokaöccse Albert Saxe-Coburg herceg. És akkor így majdnem egyesül a belga és a brit trón, ugye ha Lipót került trónra és Charlotte, nem egyesül, csak vérségileg, és mit hallunk ugye, amikor Victoria ugye 1830-as években trónra kerül, pár évtized múlva azt látjuk, azt mondják, hogy Victoria Európa nagy nyomája. Mert hogy mindenki a Saxe-Coburgokkal házasodik. És akkor, amikor kitör a világháború, az ötödik György angol király, a második Miklós orosz cár, a második Vilmos német császár, első fokú vérszerint unokatestvérek. De Saxe-Coburgok vannak Portugáliában, Saxe-Coburgok vannak Bulgáriában, Saxe-Coburgban házasodik a dán, a svéd, a Habsburg is. De gyakorlatilag a Saxe-Coburg dinasztia megteremti azt a politikai egységet, amely mögött ott van ez az ötközpontú pénzügyi egység. Most akkor mi lett a világháború? Ugye ez itt a nagy kérdés. Ugye nyilván, hogy mindegyiknél van egy kényszer, a hatalompénz, és a militáris kényszer a világ minél jobban való szétosztására. Ugye egy nagy gyarmatbirodalmak vannak, a franciák, a németek, oroszok, stb. De gyakorlatilag de köztük nyilvánvalóan van egy hatalmas feszültség, amit ki lehet élezni. Tompítani is lehet, de ki lehet élezni is. Na most ez a kiélezés megtörténik, de még mindig nem elég ok a világháború. A világháború tulajdonképpen arról szól, hogy Európát egyrészt kivéreztetik, másrészt a francia forradalom, tehát a radikális, a illuminációs
szabadkönyvesség szellemi győzelme, de leginkább arról szól, hogy ki nyerte meg az első világháborút. Az Egyesült Államok. Hát az Egyesült Államok mondta a feltételt. 17-ben beavatkozott, és utána ő lett a legnagyobb birodalom. És ugye az nagyon Oroszországban beültettek a franciánál még radikálisabb izmust, ahol ugye megint megküzdött az Európa illuminátusai, meg az amerikaiak, mert Trockit az amerikaiak támogatták, Lenint az európaiak, és a köztük lévő küzdelem és a Szovjetunió belső berendezkedése visszatükrözi ezt a küzdelmet. A titkosszolgálat főcsaládja, a Kaganovics család, de az volt a rendszer egészen Dzerzsinszkitől, tehát ez Cseka megalapítva, egészen a brezsnyevi éráig, hogy egyszer egy orosz a KGB vezetője, egyszer egy zsidó. Tehát megint egy orosz. Tehát gyakorlatilag így összeáll szépen a szovjet birodalom titkosszolgálati rendszere. De lényeg az, hogy gyakorlatilag az első világháborút megnyerte az Egyesült Államok, a Nagy-Britannia is megoldjam, pénzügyileg is, meg ifjúságának jó részét generációk véleznek el a semmi értelme harcoknak ott a Marnei, meg a Viszperni közepekben, meg Gallipolinál. De gyakorlatilag meg lehet azt teremteni, hogy kivérzik Európát, és utána a káoszt belülről megteremtve úgymond forradalmi helyzeteket teremtve kisöprik, ami még a múltból Európában maradt, majdnem mindent. Ugye csak a Szászkóbú dinasztia az, ami igazán megmarad, de közben átveszik a Windsor nevet, hiszen az nem volt túl divatos egy néven brit uralkodónak lenni. És aztán jön a két világháború közti időszak. És valahogy azt tesszük észre, hogy azok a bankok támogatják a Szovjetuniót, akik a harmadik birodalmat is. Magyarországnak egy csoda időszaka tört végig. Tehát egyrészt csoda, hogy nem osztják fel teljesen, se nem vezetnek be egy olyan államot, ami köszön államnak állam, csak semmibe sem magyar. Tehát, és lesz egy hatalmas fejlődő szakasz, gazdaságilag, közigazgatásilag, oktatásilag, szellemileg. Ez erre megint kellene egy idő előadást tartani. Az, hogy a hogy igazat mondok, az abban látható, hogy amikor a bécsi békékben, bécsi egyezményekben visszacsatolnak Magyarországhoz több területet, mint amennyi az anyaország volt, és ezek a területek mind többszörösen lerabolt, kirabolt, szegényebb területek. Ha az anyaállam gyenge lett volna, anyagilag, gazdaságilag, katonailag, közigazgatásilag, akkor összeomlik az egész. Mert nem tudja elviselni egy gyenge, még gyengébbet. Abból nem lesz erős. Hanem az lesz, hogy erős vagyok, a többit beintegrálja nagyon rövid idő alatt. Egy működőképes állam a háborús viszonyok között. És hogy ez ennek a tényleg lehetne egy külön előadást tartani. A lényeg az, hogy a királyság is megmarad, és ugye szoktam mondani, hogy a politikusból lehet államférfi és hős, de szent csak általában királyból lehet. És ugye Magyarországon nem állították teljesen helyre a jogfolytonosságot, királya sincs, viszont az előző lépcsőt megtették, hogy kormányzó, nem feltétlenül a kormányzó személyre gondolok, hanem maga az intézmény lehetővé tette, hogy egy szakmai, gazdaságos, erős királyság létrejött. És ennek az elemzése folyamata drámai, mert hogyha azok a folyamatok elindulnak a 20-as, 30-as években Magyarországon, kifuthatnának a 40-es, 50-es években, amikor a magyarországi zsidó tulajdonú cégek is világpiacra termelnek, de a hangya szövetkezett a maga 600 ezer tagjával, egyik legerősebb tőke erről akkori Közép-Európában. Ugye az a hangya szövetkezett azt jelenti, hogy az emberek egymásnak hiteleznek, nem egy bank hitelez nekik, és a hitelpénzt nem viszik utána a piacra forgatni, hanem beforgatják a saját rendszerükbe. Persze, hogy ez működjön, ez kell egy állami garancia.
az a végső hitelt, amikor hangyal születik az 1890-es években, állam garanciát vállal, és akkor az emberek mernek egymásnak még inkább hitelezni. Mert ha nem tört sikerül, akkor még ott az állam, hogy akkor megsegíti. De akkor már nem kellett állam, mert maga az a rendszer, ami 600 ezer családot látott el. És mezőgazdasági-ipari rendszer. Európában első között vezetik be igaz a mezőgazdasági munkássággal nem kiterjedő általános kassabiztosítási rendszer. Ez 1938-39-es tanévben, amikor az ország területén nem, ugye akkor még csak egy egyetem volt, ami a mai ország területén volt 18-ban, többi Pozsonyban, Kolozsváron volt, ezek Magyarországra költöztek, meg még megcsinálták a Debrecenik és a Józsefvárosi Műszaki és Kereskedelmi Egyetemet, tehát öt egyetem született 20 év alatt, és befejezték és megnyitották a Debreceni Tisza István. Ezeknek az egyetemeknek a tanulói 1938-39-ben az 50%-ot meghaladta a kispolgári munkáspalasszámolási egyetemisták ösztöndi rendszer alapján. És akkor utána elvégezte, akkor megkapta a társadalmi megtiszteletet, tekintetes. Akinek mamma mögött el. Valamit csinált. Nem csak egyetemet, akinek ipara van, az is. És miért történt ez? Azért, mert megismétlődött az, ami 1542 és 1848 között volt. Igaz, hogy elvitték a rezet meg a többit, de itt maradt egy csomó pénz, és ezek a Shell hangja, Shell Weissmann-fék nem offshore cégekbe vitte ki Kuwaittól a listendig a bevételeit. Amit úgy szerez, hogy az állam 4-5-szörös áron csinálja a beruházásokat. Ezért. És ezért félelmetes a mostani helyzet. Mert akik most pénzzel vannak, akár azok gyakorlatilag offshore pénzt kiviszik azt, amit állami beruházásként a mi adónkból megkapnak, meg az Európai Uniós pénzekből. 3-4-szörös, 5-szörös túlárazással kiviszik. 250 milliárd dollár az a világon az első nagyságrendben, ha az ország területét és gazdaságát nézik. Oroszországból, amikor kirabolták Jelcin alatt, 750 milliárdot vittek ki. Magyarországon 250 milliárdot. Na, ezért félelmetesek ezek a dolgok, de most lépjünk tovább. Jön a második világháború. Gyakorlatilag ki az, aki osztozik? Ugye a két fél, ugye Jaltában, Pozdanban, igazából az Egyesült Államok, meg a Szovjetunió, amely Szovjetunió. De nagyon sok érdekes dolog van, amit el kéne gondolkodni. Most két dolgot el is mondok még. Ugye 4-7-kor kezdtem, most van, most lesz 7 óra 50. De ez alapvető a megértése. Most már reméljük az a 20. században vagyunk, nagyokat léptem a dolgomban. De vissza kell, ugye azt beszéltük, hogy nagy tereprendezés volt 18-20-ban a világban, Európában. Felszámolnak rendszereket, császárságokat, országokat, stb. Nézzék meg, hogy átrendezték az Európát 18-20-ban, aztán 1945-ben megint. A országokat szüntettek meg, ide csatoltak, toltak 200-300 kilométerre arra, mint Lengyelországot. De két dolog szeretnék elmondani, ami a máig való tanulság. Az egyik Japán és a másik Kína. Japán 1867-ig bezárkózva ért a császárságában. Aztán megjelent az amerikai katonai flotta, és beüzentek, hogy vagy aláírjátok a szabadkereskedelmi egyezményt, vagy szétlövünk mindent. És akkor aláírták a szabadkereskedelmi egyezményt. Mi az a szabadkereskedelmi egyezmény? Az, hogy nem elég, hogy hatalompénz alapján működtetek a magam rendszerét, és ezt most áttelepítem hozzá, hanem ezen túl az adásvétel árait is én mondom meg. Ez a szabadkereskedelmi rendszer. És 1867-ben valóban Japánban kettős rendszer alakult ki, a régi Japán,
a Bushido, ami a katonaság csatlakozott, és egy egészen modern, nagyipari Japán, amelynek egyrészt tökélet lehetősége az Egyesült Államokban van, másrészt otthon, ekkor építik ki a nagyvárosokat. Az amerikai városi kultúra ekkor lesz áttelepítve Japánba, addig nem volt ilyen. És végülis ez egy olyan hatalmas, dinamikus állam, hogy az Egyesült Államok szövetségesen az első világháborúban, ugye, az a központi hatalmakkal szemben. És akkor valami történik. Az a régi, a Bushido, meg a modern, ennek is van japán neve, és azt nem jut eszembe, nem akarok hülyeséget mondani, szövetséget köt, és önálló politikát kezd, már elég erős. Saját export, tőkekivétel, saját hatalom pénzrendszert akar, és akkor 1922-ben az Egyesült Államok a világháború győztese ráveszi a legfontosabb kereskedelmi partnereit, a japánok, a franciákok, a angolokat és a hollandokat, hogy együtt zárják ki őt, a óceáni szabadkereskedelmi rendszerből. Tehát gyakorlatilag a washingtoni tengerészeti konferencia 1922-ben Japánt elzárták a nyersanyag forrásaitól. Most Japán ekkor kettő tehet, hogy megadja magát így. De nem ez volt a cél. Nem legyőzni akarják, mert már legyőzték ebbe a pillanatban. Hiszen megfosztották a nyersanyag forrást, ami neki nincs. Nem az a cél, felszámolni. Hogy a rómaiak is, hogy bementek, legyilkolták a dákokat, aztán amikor még szövetségesek voltak, a Judea addig még nagyszerű volt, de a harmadik generáció, amikor felkeltek, ugye Titus ellen, akkor elküldték a római légiókat, Titus felesége Berenike, Herodes unokája, zsidó herceg, és mégis elküldte a légiót lerombolni a zsidó államiságot 2000 évre, mert a tőkkaliga már teljesen Rómába ment. Tehát a lényeg az, hogy itt is Japánnak nem megadása, hanem beleszorítani egy háborúba. És innentől kezdve csak számolás és időkérdése a dolog. Még azt is tudjuk, hogy a Pearl Harborba odatolták a már leselejtezésre álló hajókat, és nem hiába volt mindenféle titkosszolgált, szovjet, angol, amerikai, úgyhogy jönnek a japánok, radaron is lehetett látni, nem baj. Kázusz belül leomoltak a tolvak. Úgyhogy, és gyakorlatilag Japánt szó szerint felszámolták. Tehát innentől kezdve Japánban alig maradt Japán. 1945 után. Maradt, csak az ő katonai politika volt. Valamikor, amikor Kínával össze akar fogni, akkor azt jelenti, hogy Japán mozog. De amikor elkezdett tavaly óta fegyverkezni a teljes ütemben Kína ellen, az Kína ellen szól. Ugye most elkezdődtek Japánban egy nagy katonai újra fegyverkezési program. Nézzük meg Kínát, ugyanilyen igen. Kína a régebbi történet, ott már az angolok ugye már a opium háborúban az 1840-es években már megjelennek. Szó, ami szó, eljutottunk a 1900-as évek végéig a 20. század elejéig, amikor eljött az a pillanat, amikor az Egyesült Államok vezetésében az európai hatalmak rákényszerítik Kínát a boxerlázadás kirobbantása után, amikor a kínaiak fölkelnek az európaiak elkezdi gyilkolni őket Pekingben, meg Shanghaiban. Shanghait már megcsinálták nemzetközi városnak, akkor már. De igazából 1905, amikor rákényszerítik Kínát, hogy írja alá a szabadkereskedelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, rövid időn belül meg is szűnik a császárság, Sun Yat-sen lesz a köztársasági elnök, és hogy működnek, ugye emlékenem a Szászkóburgoknál elmondtam a dinasztikus, de a polgári világban is épp ilyen dinasztikusak a dolgok. Sun Yat-sen beházasodik a Sasung dinasztiával, azt ismerik a Sasungból, női cikkeket is csinál. Ez a Sasung egy kínai bankár dinasztia. Kaliforniában és Shanghaiban. Beházasodik, Sun Yat-sen veszi el a Sasung egyik lányát. Ő lesz a köztársasági elnök.
Most a másik lányát meg majd Csankásság beszél. Amikor ugye gyakorlatilag ugye Kínán úgy lehet szétrobbantani, hogy a kis részeket fölvázítják a központ ellen. Még zárójel, még egy mondatot, hogy ha láttuk is, hogy a római birodalomtól az európai modern gyarmatbirodalomokig, a spanyoltól az angolokig, mind olyan nagyon dinamikusak és nagyon teljesek és gyorsak, hiszen a szükség minél nagyobbak vagyunk, annál több forrás kell. Annál gyorsabban kell, és annál többet kell. A Kína meg az ázsiai birodalmak nem annyira terjeszkednek. Ott nincs hatalompénz. De van. Van, csak ez soha nem engedi ki a császár a kezéből. Nem magánbankoknak adja, hanem a császár megtartja a kezét, és ezért tudja befolyásolni, és meg tudja azt tenni, hogy a leigázott népeket ne fosszák ki csontig, annyit mindig megmaradják, hogy tudják adózni, és a birodalomban a katonaságot elküldjék, amivel hozzá. Tehát ezért nem kell terjeszkedni, és hosszabb ideig is működnek. Tehát nincs az a terjeszkedési kényszer, mert tudják szabályozni. Most is ugye a kínai központi bank, már is ugye a kormány és a Peking kezében van. Nem egy Rothschild magánbank, tehát nem egy nagy bankszövetségnek az alárendelt tagja. Na, tehát visszatérve, Kína utána szétesik, majd akkor már japán ellenség, elkezdik, a Stalin és Amerika megegyezik, Roosevelt, Stalin, hogy most nem a kommunistákat hagyjuk, Maót, ugye, aki Csankajsek oldalvizébe kezdte, tehát azt most hagyjuk, hogy Csankajseket támogatjuk, Stalin is. Stalin fogadja Csankajseket, Maót nem, ebben az időszakban. És az amerikaiak is, Japán ellen. Persze 1922 után az Egyesület mindjárt azt mondta, hogy én vagyok a védőhatalom Kínában, amely rohadt rakály japán agresszorok megtámadták, ugye. Meg én, hát ugye előidézte a helyzetet, jön a támadás, akkor ő már mindjárt védhatalomként, tehát akkor gyakorlatilag engem támadtok már a 20-as, 30-as évektől, mondta az Egyesület Japán. Na tehát győzött a szövetségesek, a Szú, meg az Egyesült Államok, Japán kiterítve, új alkú, mostantól Maót támogatjuk, mert szükséges. És itt jön az, hogy miért támogatják a zsidó bankárok a kommunista rendszert? Na miért? Miért? Egyébként ez már rájöttek, Cromwell idején, meg a francia forradalom idején, hogy miért, akkor az akárs kinyírják, hogy kinyírják, jó, az ki, az ki kell nyírni, hát ott van, az ellentétes a világlátással, ellentétes a világ berendezkedésével, tehát nem kell szakrás kinyírni. Hát ez is a kommunisták biztos, ugye a kommuniumból kommunizmus csinálni azt jelenti, politikailag is, hogy mindent megsemmisíten. Pont az ellenkezőt csinál, mint amit a kommunió eredeti legyen. De van még egy. Hát a kommunisták elvesznek mindenkitől minden vagyont. És aki szól, azt a gyövődik. Azt is szól, aki csak gondol, azt is. Eltelik egy generáció. Eltelik még egy generáció. A vagyonra már nagyon nem emlékeznek, talán a papírok sincsenek. Eltelik, új rendszer van, mindenki gyakorlatilag vagyontalan. És a rendszerváltás, és az új kormány szabadon privatizálhatja, nekik vissza. Ami addig nem volt az övék, és amiért nekik fizetni kellett volna. Most már nem kell fizetni, most minden ingyen zsebbe. Csak meg kellett ezt finanszírozni. Elég néhány évtized, és gyakorlatilag, ha elhosszul, ezek a rendszerek megszámolják a szakrális hagyományt, de nem minden hagyomány. Tehát az tulajdon emlékezetét is, meg az elejét is. És utána visszatesznek egy szabad, de a kormány persze, ami szabadon ingyen odaadja neki azt, amit már korábban is. Képzeljék el, személyi kapcsolatrendszer van. Ezt most már egy baráti körben, bocsánat, elmondom.
akik 1945 szovjet megszállás után már a szovjet és amerikai parancsnokság alatt, már Debrecenben, amerikai és szovjet együtt leírták, hogy nem csak a földreformot, hanem mindent hogy veszünk el, a földreformra kezdve egészen utána a kis vagyonokig, tehát ki volt dolgozva, már Debrecenben. Odaadták a Dánoki Miklós Bélánk, nem írt alá, meg is buktatták, utána jött a Tildi. Ebben nagyon fontos szerepet játszott Göncz Árpád egyébként, jelzem, a politikai karrierje itt kezdődött. Akkor még az amerikaiakkal, aztán 56 után az oroszokkal. No, tehát gyakorlatilag, és akik ezek ott intézkedtek, a 80-as, 90-es évek privatizáció bonyolító cégek, ügyvédirodák és kommunista és már nem kommunista államok, gyakorlatilag nem csak vérszerint, hanem ugyanazon szerint, annyit nem öregedtek meg. Akik ott a SZERN-nél, a Szövetség Elnök Bizottságnál titkárkodtak meg, írták a listákat, azok 40 év múlva megmondták, mit kell tenni. Ügyvédirodában, politikai hatalomban, pártokon belül és ügyvédirodában, bármelyik pártban van szó. Gyakorlatilag most jöttem át, ezt a szakrás királyságot találtuk 500 évig, megsemmisítjük, kigyomláljuk, de hát a rebaha vagyon. A szakrás királyságban azért szüntetjük meg, hogy a vagyonnak ne legyen őre, meg a morális se, meg semmi. Mindent. És gyakorlatilag jön egy új szocialista, vagy nem szocialista kormány, és akkor már nem, 50 év, meg 40 év után már nem lehet. 10 év után még lehetett volna, meg kárpótlást, meg középvagyonokat létrehozni. Most pedig ugye, amit nem visznek el a globalisták, azt zsebre az itteniek, csak az a baj, hogy már annyira elment a ló, hogy ahogy mondtam, az építészetet beszélyeztetek. No, tehát vissza, tehát gyakorlatilag Kína 45 után kommunista lesz. 1965-ben, a Sztálin már meghalt, Ruscsov, Mao azt mondja a Központi Bizottság ülésen, elvtársak, tökre mentünk. 20 év, jó sokan belehaltak, ugye 60-as években, ki tudja hány, 10-30 millió haltak éhen Kínában. Most vártunk. Az új szövetségesünk az, aki megfinanszíroz minket. Ez pedig az Egyesült Államok. Mondja 65-ben. Ezt Magyarország könyv is kiadta. Mit kell tudni a Kínai Népköztársaságról című 74-ben kiadott egy kis brossúra. Akkor csináljunk egy kis kutatás forradalmat, aki neked nem tetszik, azt a nép megöli. És mi történik? Ugye 71-72 ugye az Egyesült Államok dobja a Tajvant, a Kínai Népköztársaságot elismeri az ENSZ biztonsági tanácsa annak tagjának. George Bush lesz a Washingtoni, az idősebbik nagykövet, de az a család is nagyon régi, tehát itt már benne van már két világháborúnak, sok minden. No, tehát, és 73-ban megy Nixon ugye látogatni Kínában, meghal Mao, tehát megegyeznek Kínával, akkor most már be is lehet fejezni a vietnámi háborút, hiszen Kína átveszi ott az oroszok, tehát ugye az oroszok ellen fújta az Egyesült Államok a háború, de ha már Kínában megegyezett és szövetséggel lépett, akkor már be lehet fejezni a háborút, hiszen Kína velünk egyetértésben rendezi az indokínai helyzetet. Sőt, 79-ben még Vietnámot is megtámadta, ugye, hogy merre jön a hatalom igazából. És 75 után meghirdetik a két Kína elvet, de emlékeznek, ami azt jelenti, hogy egyik részünk Shanghaiból amerikai pénzből működik, a másik részünk meg kínai pénzből. És innentől kezdve lehet Kínát igazán megérteni, most Kína legalább két részből áll. Egy, amit az amerikai pénzelnek, és ők működtetik, a másik, ami nem.
és most ez a kettőben ki az erősebb, meg stb. Ez határozza meg Kína a globális állását valójában. Hiszen aki adja a hitelt nekem, és aki az én felvevő piacom, az mondja meg azt, hogy most van-e munkások a kínai munkások, és jövedem, vagy nincs. Na majd visszatérünk majd az utolsóságokat. Tehát ennyi, csak bevezet, tehát itt felvázolva, ugye a 89 után most már itt vagyunk. A 20. század második felére a következő a globalizációs fejlődés. Már tényleg 15 perc. Van egy szupererős, ugye ez az a transatlanti, a New York, London és Tel Aviv. Ez a szupererős. Ezt a globalizációs birodalmat nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus birodalmat, az oroszt, vagy az osztrák-magyart, vagy a brittet, hogy ahol ott vagyunk, ott az ászló. Nem. Ez mindenhol ott van. Mindenhol ott van. Mindenhol ott van a dollár és a hatalompénz, mindenhol ott van a CIA, a 167 országban az Egyesült Hadereje, a McDonald's, a GA, a Coca-Cola, stb. Ez egy konglomerátum. Egy jól szervezett egység, ez konglomerátum. Ennek a szervezési elvén egy külön előadás, hogy hogy épül fel ez az egész. De van egy alközpont, ugye az első és a második világháborúban meggyepárt, lerontott Európa, kifosztott Európa, amely mégis úgy összetudta szedni magát a 60-as évekre, hogy erőteljesen mutat gazdasági expanziót kezdett mutatni az Egyesült Államokkal képest. 60-as, 70-es. Ugye ez volt a szociális piacgazdaság aranykora Európában. Na, hát ez nem menjen így tovább. Csinálunk 73-ben egy olajválságot. A pénzt kivontuk az arabokon keresztül zsidóbankokban, New Yorkban, és ebből a pénzből finanszíroztuk meg Kínát 73-ban. Hogy ne menjen tökre. Európa megint kapott egy csapást, mert Mitterrand mondta, hogy én vagyok az utolsó francia elnök, nem tökre, csak kojárcák lesznek akikről. A Brüsszel, az új Brüsszel rendszeréhez fognak tartozni, de marad mégis Európából valami, euró. A Volkswagen is ugye német cég, egész világon jelen van. És a európai titkosszolgálatok is, és így tovább. De mégis egy gyengébb pozícióban, hiszen az egész Európa a NATO-nak a tagja, aminek a vezető államok az Egyesült Államok, és ugye most kezdődik az elmúlt, gyakorlatilag akkor 1990 után azt gondolták Washingtonban, hogy most mindent megnyertünk. Fukuyama le is írta, a globális, liberális világrend megszületett a történelem, vége nincs ellenáll. Mindenki ezt. Aztán kiderült, hogy mégis, mert Jelcintől visszavették az Oroszország egy részét, kiderült, hogy a kínai tőke is mozog, kiderült, hogy Európában is van erő. Tehát akkor mondta, akkor mondta meg a Huntington, hogy jó, rendben, nem győzött, akkor most a vallási, etnikai konfliktusok sajnos még egy kicsit gyepálni fogják a világot, és aztán érte Fukuyama, igen, ez megtörtént, de utána fog győzni a totalitás, utána a kulturális ellentétek gyilkolják egymást, a törésvonalak vannak, keleti keresztények, nyugati keresztények, Oroszország, Európa, iszlám, Európa, szíiták, szuniták, hinduk, mohamedánok, na, ezt leírták a 90-es évek, ezt még végig kell játszani, hogy utána győzni a globális rend. Na, tehát Európából is maradt, ugye az euró megmutatása már 5 éves program, ugye a görögöknek ez lett volna egy szerepük, és most ugye maradt ugye Oroszország, maradt Kína és egyes csoportok az iszlámmal, meg Indiával is, és ezek most próbálnak szövetségbe is jutni, ez a BRICS, ugye a nagy testvérrel szemben, de és Oroszország is jelen van. Tehát a KGB, az olaj és így tovább, tehát Oroszország is majdnem mindenhol jelen van, csak kisebb súlyban,
mint ugye, az Egyesült Államoknak nevezett központ, ez ugye az Egyesült Államok az izom, de az agy az, az már globális, tehát azt mondjuk ki. És azt látjuk, hogy, és erről beszéltünk Lacival, én már a történetünk végéhez érek lassan, hogy igazából azt látjuk, hogy eljött az az idő, hogy az Egyesült Államok le akar számolni a még riválisokkal. Tehát az a transzatlanti központ, mondjuk így, vagy Ameróba, így is nevezik, Ameróba. Az európai globalizációs központot Euró-Amerikának hívják. Aztán van Oroszország és Kína, de Kínában is legalább kettő. Na most, és itt van a különbség, hogy ő azt mondja, Laci, hogy ez egy végső harc az Egyesült Államok, mert ugye a végét járja a birodalom. Én is azt mondja, hogy végső harca, de épp elég erős ahhoz, hogy most már gazdaságilag, katonailag felénybe kerüljön, és leszámoljon azokkal, akik még ellenállnak. És abban is egyetértünk a Lacival, hogy gyakorlatilag a Európa-Oroszország közti összefogást egyre sikerült megakadályozni. Részben, hogy az energetikai az megvan, na itt megint Magyarország nagyon bűnba. Ugye rajtunk keresztül megy az a németek felé, az északi tenger mellett a legtöbb energia. Mondjuk most a Paksan probléma volt, mert akkor ugye a Paksan is ki az oroszok, a németek, megoldott a vállalán most a Rothschildoké, tehát mindenki kap valamit, de az egész biznisz a Rothschildoké. Tehát ez egy csapás a németeknek, ugye, akik bezárják az atomerőműveiket. Szóval a lényeg az, hogy tehát Európa védekezik, tehát minden Európa, mind Oroszország védekezik. Nem ő lép, hanem mindig kényszerútra viszik. Védekezik, de nem támad, mert nem tud. Tehát védekezik ugye Európa, hogy ne kelljen a szabadkereskedelmi egyezményt aláírnia úgy, ahogy az amerikaiak akarják. Próbálja ugye lejegelni az ukrán helyzetet, hogy ne törjön ki egy nagyobb konfliktus. De láthatjuk, hogy a migrációs kérdés, tehát gyakorlatilag itt látszik a migrációs kérdést is, hogy Európában, akik erősebbek, nem azok az erősebbek, akik Európát tudják védeni. Mert Merkel ezt teszi, Merkel azt teszi. Merkel elsődlegesen mondjuk így Brüsszelnek a csapata, meg a holland is. A legutolsó csapat, ami még Európában játszott, azt lezavarták ezt a Berlusconit, meg a Sarkozyt, stb. Tehát ezzel csak most utóbbi, de minden lehet, nem lehet tudni, nem ismerem én sem, nyilván az előviszonyokat teljesen honnan ismerem. Tehát látszik, hogy Németországban is van ellenállás, ugye most a CSU-hoz kapcsolódik meg a bajorokhoz. Ez nem csak ahhoz, hanem ami még német. De kapott egy csapást ugye a Volkswagen is ugye elégazításként, mert ugye az amerikai autók az aztán ott semmi szennyezés nincs. Az oxigén felvett. Szóval, és Oroszországot végre sikerült kihúzni a medvét a barlangból, és Szíriába aktív tényezővé tenni. Ugye különben elveszítette volna az egész földközi tenger, kiszorult volna katonailag. Tehát ezt lehetne jelzsebi, Szíriában bármikor bármi lehet, ezt is lehet látni. Most az Egyesült Államok kiépítette a pufferzónát, Oroszország a katonai pufferzónát, ugye kiegészítő gyorsállános parancsnokságot állítottak fel a Benelux, a balti államokban, Lengyelországban, és most már Magyarországon is, és Szlovákiában, Romániában, és Bulgáriában, tehát ez a katonai pufferzóna, hogyha konfliktusra kerül szó. Mert az az igazság, hogy én nem csak magam vagyok ilyen kombinatív. Ezt leírják könyvben. Van egy McHolder nevű szerző. Ő leírta a transzatlanti stratégiát az első világháború előtt. Ezt újra kiegészítette a két világháború előtt között. Aztán a hidegháborúba is leírta, és akkor meghalt, és most negyedszerre is kiadták, mint egy csapatmunka McHolder nyomában. És ez tankönyv a legfőbb kiegészítő vagy fő tankönyv Londonban és a meghatározott helyeken. Szépen leírják, hogy gyakorlatilag stratégiailag
Európát elkülönösíteni Oroszországtól. Ez ugye az első világháborúban lezajlott, puffer államokat kell létrehozni. Utána Oroszországot, tehát Európát meg kell gyengíteni, ez Németország kivégzését jelenti. Első világháború, második világháború. Aztán, ha ez mind megtörtént, az oroszokat fel kell északra nyomni. Tehát le kell szakítani a Kaukázust, minden, ami nyersanyag, tehát a kivéve Szibériát, azt majd odaígérünk Kínának, akkor, hogyha jól viselkedik. Ha nem, akkor a két Kína össze fog veszni, úgy, mint a boxerlázadás után. Sanghaj és Peking egymásnak kell feszülni, mint a boxerlázadás után. Sanghajból lett egy nemzetközi város, Japán megszállási, Pekinget meg lerombolták. Szerencsére a császári palota az, meg a többi dolog az megmaradt. Úgyhogy a császár az már nem. Tehát gyakorlatilag a dolog úgy néz ki, hogy én, és itt lehetne volna egy vita, én úgy látom, de megfigyeltem, hogy az amerikaiak és az európaiak hogy étkeznek. Az európaiak kés villával, és minden falat érni megküzdve, falatonként eszik meg a megküzdött falatot, meg enyelik. Kívánok, az amerikaiak nem így csinálják. Az amerikaiak úgy csinálják, hogy fogják a kést és világot, feldarabolnak mindent, és utána egyenként megeszik. Ha esetleg múlcsingos, akkor még előveszik, aztán darabolnak. Ez én azt attól tartok, hogy most már feldarabolták az ételt. Most eszik meg, van a mirákos, meg lehet, hogy meg is akad. Tehát ez benne van. De az, hogy úgy látszik, hogy a fő erőközpont diktálja a vonalakat, és akkor mi van Magyarországban? Tehát most jön az, hogy már gazdaságilag, szellemi, tehát ugye van egy szellemi küzdelem. Európa túlnyomó részében az a migráció megítélése, meg minden ugye, kivéve most ott van az ajtójukban, addig ugye az amerikai propaganda nyert, ugye. Jó, kedves emberek ezek a muzulmán harcosok. Tehát, úgyhogy gyertek csak. Úgyhogy milyen hatalmas, azért gondolják vele. Itt volt ez a Benedek pápa, aki engem még azért fogadott, hogy a kereszténység és a Szent Korona alkotmányos szabályzásért tette az új alaptörvényt, tehát engem itthon teljesen kinyírtak. De nem emiatt, hanem a hatalmi átrendezés miatt. De a lényeg az, hogy ezt a pápát megpucsolják. Elzárják a pénzt, az olasz állam a Monti nagy szabadkőműves, ugye, aki leváltja Berlusconit, akit megbuktatnak, elzárja a pénzügyi forrásokat a Vatikán felé. Aztán más dolgokat is elővesznek, és akkor lemond, másnak már van a pénz, még az autó, egy pénzügyi automatában sem volt pénz a Vatikán. A világszámlát nem tudták fizetni semmit, de más, nem ez volt, más nagyon csúnya ügy, amit mesterkértek volna. És akkor jön valaki, aki nagyon jó társadalmi igazságokat mond, de igazából az egyes tanú külpolitikáját szolgálja. Minden kérdésben, tehát nem csak a migrációban, tehát, de a homoszexuálisoktól kezdve, mert gyakorlatilag ez döbbenet. De ez különösen lehetne beszélni, és pont megfelelő időben alakul így a helyzet. Most ebben az utolsó gondolatsor, hol van Magyarország? Ugye innen kezdtük, az amerikai nagykövet asszony verdiktjével, amit aláírta a külügyminisztérium, a hadügyminisztérium, a nemzetbiztonsági szolgálatok, és így tovább, és akkor még megnéztük a republikánusok is, de igazából ugye a Clinton asszony meg a többiek hagyták jóvá. De ez a New York kérdés. Gyakorlatilag a történelem rossz oldalán állunk meg itt. És el fogjuk veszíteni, és beledöngörnek minket a Földbe. Ez az üzenet. És ugye, és mind a mellett mondom, hogy összes katonai mindenben túl teljesítünk. Tehát ez az ember. Tehát többet teszünk, amikor az Afganisztán kivonulás volt, mert mindenki ment, minden szövetséges, mi még beadtunk még ilyen
újabb lehetőségeket, az, amiket nem is hitték el, hogy ez van. De mégis, csak aztán valahol megáll a dolog, mert aztán valahogy ezeket a tőkeadókat úgy tűnik nem arra használják fel, hogy akkor alkusszunk, hanem arra, hogy akkor ennyi ide, ezért ennyit kérek. Először. Tehát gyakorlatilag, de máshol is, tehát ne egyszerűsítsük fel a dolgot. Tehát azt, hát ezek a globalizás előterek minden országból lássuk Németországban, Brüsszel az, az a transzantalti érveket szól elsődlegesen, ezt látjuk. Mint az első Brüsszel is. Vannak ellenállások, tehát ezt is látjuk. Tehát Brüsszelben is jelen vannak némi ellenállás, de a tagországokban még inkább. Na most, de az európai erők, a transzatlanti erők, az orosz, a kínai, esetleg a muzulmán, majdnem minden országban így vagy úgy jelen van. Valahol dominálja az Egyesült Transatlanti. Valahol az orosz jobban jelen van. Például említett Bolíviában, meg Venezuelában. Ott Kína, orosz, ott sokkal jobban jelen van, mint az Egyesült Államok. Ennek ellenére Kubát lábon megvették, ugye ezt látjuk. Tehát és így Európában és az oroszok, kínaiak, hát hogy ne lennének, hiszen amikor Magyarországon elkezdték a újra vagyon, újra elosztást, akkor Kína és az Egyesült Államok megállapodott az Magyarország tekintetében is. Mi viszük a nagy bizniszt, némi német meg. Az oroszok státuszkóját bizonyos helyzetben nem várjuk, mert akkor még ugye Jelcin meg Gorbacsov, tehát egy a csapat, akkor hagyjuk az oroszokat. Tehát az oroszok azóta más, tehát viszont az itt lévő lábuk megmaradt, csak most már más a csizma rajta. Tehát nem Jelcinnek a csizma, nem Putyin. Tehát a németek is itt vannak. Az egész iparunk, a GDP-ünk arra alapozódik. A német autóipar tönkre megy, mi is tönkre megy. Tehát erre azért, amikor tavaly ott volt Bajorország, Orbán Viktor támogatást kérni, megadták a bajorok, de előtte leállították az Audi egyik terváncát, és 5%-ot zuhant egy hónap alatt a GDP, ugye tárgyalási pozíciókat tisztázók alapot. Tehát ezt meg nem mondom el. Tehát visszatérve, tehát Magyarországon is így van, hogy mindenki el van. Kínaiak volt egy üzlet még a 80-as, 90-as években, miénk a nagy szektor, tiétek a kisipar. Kiskereskedelem, a kis termelés, a kis szövet, a kis dolog, az a mindenhol a kis kínai áruház. És most olvasom ennek az Eleninek a könyvében, hogy Európában abszolút szám tekintetében nálunk van a legtöbb kínai. Tudtam ezt? Sajtott. Tehát ott is van egy üzlet, egy megállapodás, tehát a kínaiak is jelen vannak. Jelen van Shanghai is, és jelen van Peking is. Az oroszok is jelen vannak. Európa is jelen van, és a transzatlanti erő. Most a mai kormány, az Orbán Lázár kormány, ahol Lázár János az államigazgatás teljes irányítása, ugye ő irányítja a kormányhivatalokat, ezt tudják. A szakigazgatás külön irányítását megszüntette, sőt a szakigazgatást is a kormányhivatalban, ez is Lázár János. Ő osztja az EU-s pénzeket, a közbeszerzéseket, föld alapú támogatásokat, ő felügyelő a titkosszolgálatokat, ő tartja az EU-val a kapcsolatot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is ő felügyelő, meg még. Tehát ez a koalíció, tehát gyakorlatilag az elmúlt 5 év arról szól, hogy az Orbán Viktor, aki transzatlantista volt, de átjött ilyen euró-orosz vizekre, látjuk. Tehát a vő partnerei az bizonyos német erők, bizonyos európai erők, orosz erők. Ezek a fő partnerei. De az orosz viszont is megszavarja a saját zsebelúgást. Tehát az is sajnos. Tehát a másik, a Lázár, az a transzatlan, meg a Rogán, a transzatlanti birodalomnak a lényeg. A Rogán Washingtonból nézi a világot, Lázár János pedig nálunk ugye Izraelnek kitüntetett szerepe van, mérleg nyelve,
a nagy birodalom között, ő onnan nézi a világot. Tehát ők együtt is vannak, meg szembe is, hiszen ugyan a Netanyahu konfliktus is van, hiszen volt már a római birodalomban is ilyen konfliktus, csak utaltam rá. Tehát nem most kell, tehát az egyik koncepció az, hogy nem megyünk neki mindjárt Iránnak. Ugye Izrael Azerbajdzsánból és Grúziából akarta megtanulni Iránt. Ez majdnem sikerült az azeri kiadatásával, ez majdnem benyújtotta azt a lángot, erről utaltam. De senkivel nem egyeztetve, mert az azeriek jó kis pénzt ígértek valakiknek, persze az államot támogatva. Szóval lényeg az, hogy az, tehát most egy koalíciós kormány van Magyarországon. Orbán Lázár Orbán. És a köztük lévő kiméletlen harc. Mert ez időnként ki is jön. Ugye azt mint nyáron mondta Lázár János, hogy nem, akkor kormányzás olyan, mint egy étterem, nem tudom, emlékeznek erre. Én vagyok a konyhában, a miniszterelnök úr pedig eladja az ételt a vendégeknek. Úgyhogy gyakorlatilag ez a miniszterelnök úrnak Európa felé próbál, európai kapcsolatban próbálja megfogni Lázár Jánost is. Tehát gyakorlatilag most egy koalíciós kormány van Magyarországon, ebben mindenki benne van, és a köztük lévő globalista konfliktusok itt Magyarországon nagyon élesen játszanak. Tehát ez hogy ebből mi lesz, hogy a szakadás lesz-e, vagy nem lesz szakadás, ha szakadás, akkor Orbán nyílt, jobban a mi éppen Jobbik, a Lázár meg létre az egyik pártot. És most. Tehát lényeg, amit esetleg a Simicska is megfinanszíroz. Tehát gyakorlatilag Magyarország benne van a tűzvonalban, katonáig betúlták a pufferzónában most, tehát, mert körülbelül úgy lehet lemodellezni a dolgot, hogy mint azért mondtam el Japán példáját is, meg Kína példáját is, hogy nem az Egyesült Államok központi globalizáció nem legyőzni akarja, hanem megsemmisíteni, felszámolni. És egész Európában is egy teljesen új Európát csinálni, ahol most már miniszterelnök úr is kimondta, hogy nem nemzetek Európát. Nem csak olyan összes dinasztiát, ami még van, elzavarják, esetleg a száz kóbor még ott marad, de olyan úgy akkor elképzelni, mint Indiát, a brit birodalommal. Olyan, itt egy kis ilyen muszlim, ott egy keresztény, itt egy ilyen hindú, ott olyan, különböző, ezeken vannak ilyen félállamok, maharadzsák, kis hadseregekkel, és rájuk ez, de ez egész együtt is, meg bármikor egymásnak is. Nincs entitás, ami azt lehet mondani, hogy ez az, ez meg az. Mert minden szép dolga, tehát az országokat, ha lehet szétszerni apró részekre, ha megmarad, akkor jellettelenítem. Tehát nem csak Magyarországot fenyegeti az, hogy itt valami államalak, vagy az, hogy megsüntetik azt, amit most, ezt a területi határt, amiben most Magyarországon A verzió, B verzió, egy olyan államiságot hoznak létre, mint a tanácsköztársa, nem bolsevik, de semmi közel magyarhoz. A magyarok is itt vannak. De már a megtiszteltetésért. Egerben, hogy csodálatos vasalgát szobort avattak. Itt ugye mindenkinek javaslom nézni, legszebb a szobor egyike. Ott volt a polgármester, Bazilika Pérlános, más notabilitások. Én is beszéltem, aztán a vasárnapi amerikai népszalag megjelent egy cikk, ahol az a megtisztelő dolog történt, hogy gyakorlatilag az államot gyar, és a nemzetet gyarázták, de válogatottak. A konklúzió nem is miatt, hanem a konklúzió miatt. Tehát ezt az újság, ezt a cikket aztán a Népszabadság online egy pár napra átvett.
elég nagy visszhangot kiváltva, aztán levett, mert az volt a vége, hogy már egy fekete folt van a világon, ahol a magyarok vannak többségben. De ennek már nincs sokáig így. Tehát vannak, akik ezt akarják, most is, meg 500 évvel ezelőtt is, és ebben a globális a megtiszteltetés az, hogy engem nevesít egyedül ott, mint aki megtestesíti ezt a rondaságot. Tehát amit ők annak tartak, ez egy kitüntetés, szóval ez majdnem egy volna pápai fogadása. Tehát úgyhogy szóval a lényeg az, hogy valóban, amit ugye záró konklúzió, többet is mondani, de most már önök is, meg én is fáradok, és egyszer többet akarok mondani, és mindet elfelejtem, tehát ez már azt jelenti, hogy be kell fejezni. Tehát a lényeg az, hogy tehát a B-verzió, hogy Magyarországon egy olyan államiságot hoznak létre, ami egyén szóval nemzetközi. Volt egy olyan variáns, de szerintem az már lekerült a napirendről, hogy egy Habsburg restauráció történne. Kész van az intézményrendszer, tehát az állam támogatja, tehát a költségvetési pénzt. Bármikor be lehet indítani a dolgot, tehát nem is a Gyurival, a szegény, de például a mi Habsburg Mihály, aki a Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, és a fia most a magyarországi Vatikáni nagykövet, Lázár János kinevezésével. Az ő anyukája is százkodó. Tehát a főhazudnak Magyarország anyukája is százkodó. Tehát a rendszer az egységes és működik. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy olyan rendezést akarnak a világban, amely még teljesen, ami még maradt fel számolva. Nem véletlenül akarják itt Közép-Európában ezt a katonai ütköző zónát, mert még mindig itt van a legtöbb emlékezet a hagyománynak, a legerősebb hitek is itt vannak Európán belül. És tehát még van mit itt, vagyon már elvették, de van, amit még pusztítani kell. Tehát nem volt elég a bolsevizmus pusztítása. Mindig nem érte azt az hülyeségét hányalott, amit Nyugat-Európában a liberális évszázadok. Tehát még mindig tehát itt az ösztönszerűen lehet érezni, hogy ezek a migránsok nem barátként jönnek, tehát nem is titkolják, szóval. Nem titkolják, hogy ők mit gondolnak. Tehát nem az, akikre Szent István gondolt, hogy idegen férfi, az mi fogad be. Hát azok először kopognak, és ugye azt mondják, hogy elfogadjuk azt, hogy annyi jogunk van, mint kötelezettségünk, és a legnagyobb országterületet is hozunk magunkkal. Egyébként Szent István azt mondja, hogy akik nem, az arrogánsokat meg vesd ki. Tehát ez ott van, ugyanebben mondanában. De mondjuk ez Európán középső részén mindjárt tudták, hogy ők ezek nem barátok, különösen azért mindenkinek nem kell magyarázni, hogyha bármelyik ők el akarna menni, nem Miskolc, legalább tudni kell, hogy hova megy, meg pénz is kell, hogy örüljön. Ez a kettő minimum, még ha gyalogindul, akkor is. Tehát több ezer kilométert elindulnak tömegek, ez a legutolsó évtizedekben tényleg ezek a network kutatásokra adták a legtöbb pénzt, hogy lehet akár a internetről is mozgalmakat megfinanszírozni, stb. Hát ez egy valóban ebben teljesen igaz, hogy csapás van Magyarország és az Európa felé, amely Európa szétszilálására szól. Itt a magyar, az, hogy elterjedtek őket, ezt egy honnan tartom. De mi az itt, minden dologban van egy zsákba macska, az elmúlt 5 évnél is, tehát legalább egy zsákba macska minden, bármit mondunk, bárhol arról, a lakáshiteltől, a földkérdésre keresztül, az alaptörvény, meg az mindenhol legalább egy zsákban macska van, ami az egészet tudja borítani egyébként. Ez itt milyen zsákban macska? A visszatolózolás. Ez az. De az kiket lehet visszatolózolni? Hát akik itt regisztráltak. Ez más. Tehát legalább az a 250 000 ember. És utána a családegyesítés? Az még, és akkor azt is tudják, hogy akik menedékesek, azoknak választójuk.
Tehát jön 19, 18, 19, önkormányzati választások. És már van elég iszlám típus verhajzik. Na, tehát azért ez még nincs lefutva, és az még nagyon sok év, és addig még szerintem a következőben, és ezt akarom még befejezni, hogy azt gondolom, hogy ha ez a tendencia folytatódik, hogy a két az albirodalmak, akik szintén terjeszkedni akarnak, tehát illúzió ne legyen, tehát az európai, meg az orosz, meg a kínai birodalom se barát. Ez az én véleményem. Tehát csak ők most a gyengébbek, és ők a vesztesebb pozícióak, és nyilván akkor mi is inkább velük rokon szemvezünk, mert mi is ott vagyunk. Tehát mit elleni le is jött. Tehát de ha hatalmuk terjében vannak, azért ismerjük a német birodalmat is, az orosz birodalom különböző kivonatait is, Kína, Tibet viszonyát is ismerjük. Tehát, szóval egyik a Coca-Cola, másik meg nem azt mondom, hogy Pepsi-Cola, de valamilyen. Gyakorlatilag mi úgy vagyunk, mint a Münchhausen báró előttem, ugye a előttem, ezért akar belkapni az oroszlán mögöttem, a krokodil, akkor most mit csinálják, ugye lehajol, és akkor átugjuk, és az egyik bekapja a másikat, ugye ez a technet vége. Csak az a baj, hogy mi egyszerre több gyomorban is benne vagyunk már. Tehát innen már ez itt a nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy végül egy katonai konfliktussal akarják ezt, ahol először a hagyományos fegyvereket az oroszok nyerik meg, aztán a következő Tesla meg más rendszerekben lehet, hogy azok, akik már az egészet előkészítették, mint Pearl Harbornál is. Tehát, és miért csinálják ezt az egészet? Azt már tudjuk, hogy terjeszteni kell, meg azt, hogy minden forrás kell, és ezzel fel úgy rabolhatunk, hogy senki ne kérdezzen vissza. De az is nyilvánvaló, hogy bár a Föld egy szakrális rendszerben legalább 40 milliárd embert el tudna tartani, de a mostani rendszer eset tudja eltartani, tehát sok van. Tehát ezt valahogy rendezni kell, most már megvan a kapacitás, informatika, technika, stb. Ezt rendezni kell, hogy egy hátországot építsünk arra, most már feltérképeztük az egész bolygórendszert is. Nyugodt hátországon meginduljon a bolygórendszer felgyarmatosítása, esetleg telepítés ide, oda, amoda évtizedeken belül. Tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen, valóban a forrásokat és az irányítást egy kézben kell, és a hátsó zendüléseket meg minden fel kell számolni. Tehát nem jó, amiben vagyunk, nem jók a tendenciák, gyorsan pörögnek a dolgok, remélem, hogy a karácsony még békés lesz. Tehát nagyon, de egyben biztos vagyok, és ez már, hogy nem fog így sikerülni. Tehát valahogy a gondviselés racionálisan, nehezen követhető, de mégis nagyon racionálisan az ügytörténetben nekünk szerepet adott, feladatot, amit be is fogunk tölteni az igazság győzelmességével, és az igazság már győzött, ugye szoktunk mondani Krisztus feltámadását, mi pedig mit tudunk ebbe tenni. Most már azt mondtam, hogy ezt közösséget szervezni, azt most már lecsupaszítom a dolgot, és bárki bármit mond, minél imádkozni. Imádkozni, éjjel-nappal. A rózsafüzét, a más imádkozni. Itt tartunk. Biztos fog a gondviselő segíteni, eddig is segített, de aki kérik, annak biztosan jobban és szívesebben. Köszönöm szépen. Thank you.
Who